napot kívánok! A Fiatal Kutatók Akadémiája nevében üdvözlöm az esemény résztvevőit és az érdeklődőket. Én Dékány Iva vagyok, a Fiatal Kutatók Akadémiájának társelnöke, a mai rendezvény egyik házigazdája. Elsőként felkérem professzor Freund Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy az MTA nyert nevében nyissa meg a rendezvényt. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fiatal kutatók! Alig több mint egy éve annak, hogy egy Közép-Kínában terjedő, akkor még ismeretlen vírus okozta tüdőgyulladás járványról kezdtek érkezni a hírek. A szakemberek akkor még szinte semmit sem tudtak a vírusról, amelynek nevét ma már sajnos mindenki túl jól is ismeri. A SARS-CoV-2 vírus terjedés az elmúlt 100 év egyik legnagyobb világjárványát okozta. Eddig mintegy 100 millióan betegedtek meg szerte a Földön COVID-19-ben, és közülük több mint 2 millió ember életét követelte már a betegség. A járvány nem csak tudósként, de hétköznapi polgárként is mindannyiunkat érint. Tapasztaljuk a társadalmi érintkezéseket, radikálisan csökkentő intézkedések hatását, az egészségügyi rendszerek túlterheltségét, a súlyos gazdasági és társadalmi problémákat, és a mindezzel járó lelki terhet is. Egy járvány terjedését és megfékezésére tett kísérleteket soha nem övezte még ekkora figyelem a világban. Minden új tudományos eredmény, minden újabb fejlesztés 100 milliók érdeklődésére tartott számot. A válságos helyzetben a döntéshozók és a kutatók is jól tudják, csak az immunológusok, virológusok, járványügyi szakemberek, gyógyszerfejlesztők, matematikusok, hálózatkutatók és más szakemberek erőfeszítései révén tudunk gátat szabni a vírus terjedésére. Csak a tudomány eddigi eredményeire épülő új felismerésekkel és módszerekkel lehetséges megszabadulnunk a sok fájdalmat okozó, a gazdaságot és emberi kapcsolatainkat egyaránt gúzsba kötő COVID-19-től. A kutatók világszerte felvették a kesztyűt. Az elmúlt egy év tudományos teljesítményét mi sem jelzi jobban, mint hogy a legnagyobb publikációs adatbázisban a COVID-19 kifejezésre rákeresve közel 93 ezer találatot kapunk. Genetikai állomány, polimeráz láncreakció, nukleotid sorrend, filogenetikai fa. Csak néhány kifejezés azok közül, amelyek e szakcikkek nyomán ma már a sokak által olvasott online portálok, hírlapok hasábjain is megjelennek. Az viszont, hogy ez a komplex tudományos információ áradat ne elbizonytalanítsa, megrémissze az olvasót, hanem növelje a tudomány iránti bizalmat, nem csak az újságírók feladata és felelőssége. Tisztelt fiatal kollégák, a tudományos eredmények kommunikációja legalább annyira a mi felelősségünk is. Talán még soha nem volt akkora súlya annak, amit mondunk, és ahogyan mondjuk, mint napjainkban. Újra és újra nekiveselkedve, bonyolult tudományos összefüggéseket kell minél közérthetőbben elmagyaráznunk az embereknek. Hiszen amit megértenek, abban jobban meg is bíznak. Ha pedig megértik a tudományos eredmények lényegét, és bíznak a tudományban, akkor kevésbé lesznek fogékonyak az egyre inkább elburjánzó, áltudományos nézetek iránt, vagy rémhír terjesztések iránt. Tudjuk, a tudománykommunikáció összetett feladat. Nem elég, hogy valaki egy szakterület kiváló ismerője. A túlnyomó többségükben angol nyelvű szakcikkek lényegét magyarul tolmácsolva, a szakzsargon mellőzve, a legújabb infokommunikációs technikákat használva kell minél szélesebb körben ismeretterjesztő tevékenységet folytatnunk. Különösen fontos, hogy meg tudjuk szólítani az újdonságokra nyitott, de rengeteg információval bombázott fiatalokat. Ennek a célcsoportnak az elérésében kiemelten számítok az önök kutató generációjára, hiszen önök használják kortársaik kedvelt platformjait, ismerik szokásaikat, beszélik a nyelvüket. Ezért kérem, hogy vegyenek aktívan részt a tudomány legújabb eredményeinek megismertetésében. És nem csupán a COVID-19-es kapcsolatos témák kommunikációjában, hanem minden tudományterületen. Feladat az van bőségesen. Legyen szó akár a magyar őstörténet kérdéseiről, vagy az 5G technológiáról. Minél több embernek kell tudnunk elmagyarázni a legalapvetőbb összefüggéseket.
de munkájukban számíthatnak a Magyar Tudományos Akadémiára, amely ígérem mindent megtesz, hogy a maihoz hasonló további programokkal is segítse törekvéseiket. Eredményes tanácskozást, a tudománykommunikációban pedig minél több sikerélményt kívánok Önöknek. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük elnök úr bevezető gondolatait. Most felkérem dr. Török Pétert, a Fiatal Kutatók Akadémiájának társelnökét, hogy az FK nevében nyissa meg a rendezvényt. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, főtitkár helyettes asszony, kedves előadók, kollégák, tisztelt érdeklődők. Nagy öröm számomra, hogy hosszú előkészítő munka után ez az előadóülés megvalósulhatott. Köszönetemet szeretném kifejezni a Magyar Tudományos Akadémia vezetőségének, hogy kezdetektől fogva felkarolta és támogatta egy ilyen rendezvény megszervezését. Aktualitása és fontossága kétségtelen, elég csak a közösségi oldalakra felmenve a koronavírussal kapcsolatos elérhető információkat böngészni, vagy ne adj Isten bepillantani a komment szekciókba, nyilvánvalóan válik mindenki számára, hogy mekkora nagy baj van. Nem csak a járvány miatt, ez kétségtelen, hanem a járvány és oltás kommunikáció frontján. Czernay Rudolf Széchenyi díjas meteorológus szavaival szabadon élve, a 21. század az irracionalizmus visszavágása. Ez számos dologban tetten érhető. A jelen előadóüléshez az áltudományok és álinformációk terjedése mellett a tudományellenesség kapcsolódik a leginkább. Ezeknek a tendenciáknak a megerősödéséért nem lehet a teljes felelősséget pusztán a társadalomra vagy a politikusokra hárítani. A tudományos oldalnak, a kutatóknak is hatalmas felelősségük van a tudományos eredmények hiteles és közérthető kommunikációjában. Épp ezért a Fiatal Kutatók Akadémiájának egyik fontos célkitűzése az MTA-hoz hasonlóan, hogy közvetítse a tudományos kutatások eredményeit a társadalom számára. Ebben a küldetésben három fontos cél van, amire tekintettel kell lenni. Egyrészt fel kell hívni a közfigyelmet a kutatási eredményekre, a tudományos megközelítés fontosságára, be kell mutatni a tudományos módszertan előnyeit és fontosságát. Motiválni kell a kutatókat arra, hogy kommunikáljanak, jöjjenek elő a képzeltbeli elefántcsontoronyból. Elő kell segíteni a kutatók tudománykommunikációs tevékenységét, akár közvetlen támogatási formák bevezetésével is. Végül, de nem utolsó sorban meg kell erősíteni a tudományos kommunikációt, a tudományos újságírás és műsorkészítés szakmai bázisának erősítésével. A műveletlen és gyakran iskolázatlan látvány- és járványcelebek indokolatlanul nagy teret kapnak az értékes és értelmes emberek és műsorok rovására. Úgy gondolom, hogy ezen célok elérésében a jelenlegihez hasonló rendezvényeknek nagy szerepe van. Én bízom abban, hogy ahogy eddig is, a Magyar Tudományos Akadémia, mint a nemzet tanácsadója ebben a folyamatban élen fog járni. Ezen célok megvalósításában számíthat a fiatal kutatói réteg és az őket képviselő Fiatal Kutatók Akadémiájának támogatására. A fiatal, új információkra fogékony réteg elérése kitüntetett fontossággal bír a kommunikáció során. Különösen fontos az, hogy a fiatalok számára a leghitelesebb kommunikációt a fiatal korosztály elismert képviselő útján érhetjük el. Ebben a Fiatal Kutatók Akadémiája megalakulásától kezdve élen jár. Bízunk abban, hogy a jelen rendezvény is hatékony eszközt jelent a fiatal generációk eléréséhez. Az előadóülés kettős céllal szerveződött. Fontosnak éreztük, hogy a koronavírus oltások körül kialakult kommunikációs kihívásokat tágabb kontextusba helyezzük, és történeti példák bevonásával az oltások alkalmazásának fontosságát hangsúlyozzuk, kitérve az oltás ellenesség pszichológiai és szociológiai mozgatórugóira is. Másrészt célunk volt, hogy összegezzük az érdeklődés homlokterében álló koronavírus oltásokkal kapcsolatos megbízható és tudományos alapokú nyugvó információkat, kitérve az egyes oltások működési mechanizmusaira és lehetséges kockázataira, részletesebben ismertetve a messenger RNA-s alapú harmadik generációs vakcinák működési mechanizmusát. A Fiatal Kutatók Akadémia nevében nagy örömmel nyitom meg a rendezvényt, és bízom abban, hogy az előadóülés hatékonyan segíteni fogja a járvány elleni védekezés egyik leghatékonyabb eszköze, a védőoltások társadalmi elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most felkérem dr. Müller Viktort, az Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK tudományos munkatársát, hogy tartsa meg a védőoltások története és hatása a múlton napjainkig című előadását. Ebben a bevezető előadásban egy kis áttekintést szeretnék adni a védőoltások történetéről, mielőtt elérkeztünk volna a mostani koronavírus járványhoz. Tehát meg szeretném mutatni azt, hogy mi az az óriási nagy szenvedés a múltban, amit
a fertőző betegségek okoztak, mi az, amitől megkímélnek minket a védőoltások, és mi volt a tudományos felfedezés, megismerésnek az íve, ami elvezetett a mostani kedvező helyzethez. Tehát alig a túlzás azt gondolni és állítani, hogy amióta az emberek viszonylag sűrűbb lakóhelyeken, városokban, falvakban élnek, azóta a legfőbb halálok voltak fertőző betegségek okozták. Tehát azóta, hogy megteremtettük annak a lehetőségét, hogy az emberi csoportok között és az emberi csoportokon belül ezek a betegségek hatékonyan tudjanak terjedni, azóta ezek okozták a legtöbb pusztítást. A leglátványosabb példák természetesen az óriási járványok, amikről a történelemből ismeretekkel rendelkezünk. A legkorábbi ilyen már az időszámításunk 5. században, a Peloponnészoszi háború végén tört ki, ekkor Athénban az oda bemenekült lakosságnak közel a harmada áldozatul esett. A 2. században Rómában, a római birodalom területén több millió ember halt meg egy óriási járvány következtében. Aztán voltak visszatérő pestis járványok, 6. században tört ki az első ókori ismert járvány, akkor Bizánc lakosságának és a mediterrán régió lakosságának nagyon nagy része, a város lakosságának a 40%-a körülbelül áldozatul esett, és a legismertebb pedig a középkori fekete halál a 14. században. Az egyes becslések szerint Európa és Ázsia lakosságának a harmadát, felét elpusztíthatta, és a legújabb ismereteink szerint még Afrikában is pusztított. Az utolsó példa, amit itt történelmi nagy járványokból felhozok, ez Amerika felfedezéséhez köthető. Ugye akkor az európai felfedezők vitték magukkal nem kívánatos ajándékként sokféle betegség kórokozóját, fekete himlő, kanyarú és más fertőzések. A becslések szerint 100 év alatt Amerika lakosságának közel 90%-át megölték. Gondoljunk ebbe bele, 90%, vagy egyetlen járvány esetén 30-40%. Tehát ez elképesztően súlyosabb annál, mint amit akár most a koronavírus járvány esetén tapasztalunk. Ezek az egész életet átalakító, a történelem irányát megszabó óriási járványok voltak. Ezeken a látványos példákon túl a békés hétköznapok sem voltak annyira békések. Visszatérő vendég volt a fekete himlő. Európában a 18. században úgy becsülték, hogy körülbelül minden korosztály, a teljes lakosság tizedét, vagy akár ötödét elpusztíthatta ez a betegség. A fertőzöttek között közel 30%-os volt a mortalitás, tehát a halálozás esélye, és a többség előbb-utóbb megfertőződött. Ugyanebben a korban becsülték, tehát ez szintén Európára, nem egy trópusi területre vonatkozó becslés, hogy 5 gyerekből 3 meghalt fertőző betegségben, mielőtt elérhette volna a felnőtt kort. Tehát elképesztő az a kiindulási alap, ahonnan elindultunk a védőoltások kifejlesztése előtt. A legnagyobb pusztítást a gyermekkori betegségek okozták, tehát a fekete himlő is ilyen volt, elsősorban gyermekek között pusztított, de visszatérő volt a torokgyík, a szamárköhög és a kanyarú, és különböző területeken más fertőző betegségek is visszatérő vagy időszaki járványokat okoztak. Tehát hatalmas pusztítást okoztak ezek a betegségek. Egy újságcikk idéz egy ilyen megállapítást valamelyik fejlődő ország területéről. Ez egy tanács az anyáknak, hogy ne számoljátok meg a gyermekeiteket, amíg át nem estek a kanyarón. Tehát ekkor sokkal bizonytalanabb volt az élet, és ennek egy jelentős okát a fertőző betegségek jelentették. És nem is csak fejlődő országokban, tehát ahogy említettem, Európában is fő halálok volt. A különböző járványok okozta halálozás. És ez az ábra, ez pedig már az Egyesült Államokból 1900-ból mutatja a vezető halálokat. És látjuk azt, hogy a 3 első helyezett fertőző betegség, tüdőgyulladás, influenza, tuberkulózis, bélrendszeri fertőzések, és még a diftéria is felfért a 10-es skálára. Tehát nem is kell nagyon messzire visszamennünk. Tehát mi változott azóta? Minek köszönhetjük azt, hogy most sokkal kevésbé pusztítanak fertőző betegségek? Tehát ezt 3 dolognak köszönhetjük, megváltoztak az életkörülményeink, sok szempontból kevésbé kedveznek a fertőző betegségek terjedésének. Nem tud terjedni a pest is, hogyha nincsenek patkányok a városban, amelyik
bolhák segítségével emberre is átterjeszthetik a pestist. Nem tudnak terjedni azok a betegségek, amik a csatornázás hiánya miatt terjedtek, például a kolera. De majd visszatérünk, hogy nagyon sok betegséget nem ezek állítottak meg. Az orvoslás is fejlődött folyamatosan, tehát sok betegségnek a túlélési esélye most javult. De meg fogom mutatni azt, hogy a védőoltások voltak azok, amik elsőként értek el hatalmas előrelépést a fertőző betegségek elleni harcban, és talán ezeknek a hatása volt a legnagyobb. Mielőtt a történeti áttekintésbe belekezdtek, egy pár szó védőoltások hatásáról. Tehát a részletek ismertetése nélkül az alapelv azon alapszik, hogy az immunrendszerünk, a védekező rendszerünk tanulni képes. Ha találkozunk egy fertőző kórokozóval, egy fertőző betegséggel, akkor ebből a találkozásból tanul, és második alkalommal már jobban védekezik ellene. Ezt a hatást imitálják, utánozzák a védőoltások. Nagyon régi megfigyelés, hogy számos fertőző betegség csak egyszer tudja megbetegíteni az embert. Már az aténi időszámításunk keleti 5. századi járványban a háború történeti írója Tukidides megállapította, hogy másodszor senki sem kapta meg a bajt, legalábbis nem olyan mértékben, hogy belehalt volna. Tehát ez a megfigyelés nagyon régi, hosszú ideig nem tudták ezt gyakorlati haszonra váltani. Tukidides maga megjegyzi azt is, hogy sokan találgattak a járványokáról, de ő felmérve a korának tudását azt állítja meg, hogy nem lehet megállapítani, és ő megelégszik a betegség leírásával. Tehát ekkor még a tudomány messze nem tartott ott, hogy a fertőző betegségek okairól gondolkodhasson. Szerencsére az első sikerekhez igazából nem kellett még megérteni a fertőző betegségek hátterét pontosan. Tehát az a megfigyelés nagyon régi volt, hogyha valaki átesik egy fertőzésen, akkor másodjára védett lehet vele. Az első sikert ennek a mesterséges kiváltásában, mesterséges védekezésben a fekete imlő ellen ért el az ember, tehát pont a legeslegnagyobb gyilkos ellen. A varioláció gyakorlatának a pontos eredete a múlt közébe vész, de az biztos, hogy a középkorban már ezt gyakorolták Kínában és Indiában. A varioláció neve az magának a vírusnak a nevéből, variola vírusnak hívják, a fekete imlő vírusát származik, és ez a gyakorlat azt jelentette, hogy szándékosan megfertőztek elsősorban gyerekeket, olyan módon és annak érdekében, hogy egy enyhébb lefolyású fertőzéssel szerezzenek védettséget a retteget fekete himlő ellen. Ugye ez gyakorlatban úgy nézett ki, hogy enyhe tünetes fertőzöttek hólyagjainak. Tehát ez olyan betegség volt, ami nagyon fájdalmas és egész testetbe bújtó hólyagokat alakított ki. Tehát ennek a hólyagoknak a kaparékával, vagy a porrátört lehulló hegek porrátört mintájával fertőztek embereket, vagy úgy, hogy az orrüregükbe fújták be ezt a porrátört heget, vagy pedig kisebb sebbe, karonejtett sebbe kaparták bele a fertőző anyagot. Ezzel az eljárással el tudták azt érni, hogy a legtöbb ember enyhe fertőzésen esett át, és védetté vált a fekete himlővel szemben. Ez a mostani vakcinációhoz képest minden mellett egy nagyon veszedelmes gyakorlat volt, tehát még ezzel a minden óvintézkedés mellett 1-3% a varioláción átesett gyerekeknek meghalt. Tehát akkoriban ezt a kockázatot is érdemes volt vállalni, és nagyon sokan vállalták, hiszen ezzel elkerülték azt a valószínűséget, hogy mondjuk a gyerekek 20%-a halljon meg súlyos fekete himlőben. Tehát ezt a gyakorlatot a 18. század elején hozták be Európába. Érdekességként megemlíthető, hogy Magyarországon, pontosabban a Felvidéken, Eperjesben egy orvos az első között alkalmazta ezt egész Európában. Ez a gyakorlat lassan, de teret nyert, éppen azért, mert jelentősen csökkentette a fekete himlő halálozás esélyét. A következő tovább lépés az Edward Jenner nevéhez köthető, egy angol orvos volt. Őt szokták a védőoltások felfedezőjének, a fekete himlő védőoltás felfedezőjének nevezni. Ez több is, meg kevesebb is a valóságnál. Olyan értelemben több, hogy volt előképe. Tehát látjuk azt, hogy a variolációval már megvolt az a gyakorlat, amikor egy fertőzéssel, egy szándékos fertőzéssel meg lehet erőzni a súlyos betegséget. Maga Jenner is orvosként ezt a gyakorlatot alkalmazta.
Tőle függetlenül többen észrevették azt a felismerést, amin már az első vakcináció alapult, nevezetesen azt, hogy a tehénhimlő, ami a teheneken okozott hasonló, de enyhe tünetes fertőzést, mint a fekete himlő embereken, néha meg tud fertőzni embert is. Azok a fejőnők, akik teheneket fejtek, meg tudtak fertőződni, és ők enyhe tünetekkel estek át ezen a betegségen, viszont a megfigyelés, a felismerés az volt, hogy a tehénhimlőn átesett asszonyok a fekete himlőben már nem betegedtek meg. Tehát ezt többen egymástól függetlenül felismertük, de Jenner volt az, aki nagyon alapos kísérletezéssel megerősítette ezt a felismerést. Tehát itt már a tudományos megismerés irányába mozdulunk el, hogy tehénhimlős asszony újagjából vett mintát, egy 8 éves fiú karján ejtett sebbe dörzsölte bele, természetesen a gyermek és a szüleinek a jóváhagyásával. Tehát ugye ez abban a korban vagyunk, amikor normális körülmények között varioláción esett volna át ez a fiú, tehát egy amúgy kockázatos, de a súlyos betegségnél még mindig kevésbé kockázatos gyakorlaton. Tehát ehhez képest ő tehénhimlővel fertőzte meg ezt a fiút, a fertőzés sikerre járt, két értelemben is, tehát egyrészt sikerült átvinni a fejőnőről a fiúra a fertőzést, ő enyhe tünetek után meggyógyult, és ami a legfontosabb, utána ellenállt a variolációnak. Tehát őt nem a súlyos fekete himlőfertőzés kockázatának tette ki Jenner, hanem utána variolációt alkalmazott rajta, tehát azt a gyakorlatot, amivel eleve kicsi volt a kockázata a súlyos fertőzésnek. De a fiú ennél nem mutatott egyáltalán tünetet, tehát a tehénhimlőfertőzés megvédte a fekete himlő enyhe változatával szemben is. Ezt ismételten megerősítette, tehát már több páciensen vizsgálta ezt a hatást, a saját fiát is beoltotta ilyen módon, és bebizonyosodott, hogy akkor ez az oltás, ami bár immár semmilyen komoly kockázattal nem jár, szintén véd a fekete himlő ellen. Azért mondtam, hogy Jenner szerepe több is annál, mint az egyszerű felfedezés, mert ő nem állt meg ennél, hanem az élet művét tette föl arra, hogy ezt az eljárást népszerűsítse. Azt gondolná az ember, hogy ennyire hatékony eljárás nagyon könnyen teret nyer, de már akkor is komoly ellenállása volt a társadalomnak, és komoly ellenállása volt azoknak az orvosoknak is, akik korábban a varioláció gyakorlatát szokták meg. Tehát ő népszerűsítette is ezt a gyakorlatot, és technológiai fejlesztéseket is végzett, hogy valóban sok embernek, sok gyermeknek be lehessen adni ezt a védőoltást. A vakcináció neve pedig egyszerűen a tehén latin nevéből, a vakkából ered, tehát eredetileg ez a tehén himlővel való oltást jelentette. Tehát itt egy úgymond véletlen felismerést követő szisztematikus tudományos módszer volt az, ami lehetővé tette ezt az oltást, ami utána sok százmillió ember életét mentette meg. Még a 20. században is 300 millió áldozatot szedett ez a fertőzés, de lassan elterjedt minden ellenállás ellenére ez a gyakorlat. Ugye ezen a képen egy korabeli karikatúra látható, az akkori oltás ellenesség egyik karikatúrája, arra vonatkozik, hogy akit beoltanak tehén himlővel, az bizonyára maga is tehén fejet növeszt, tehénné változik. De ez az eljárás annyira meggyőzően hatékony volt, hogy idővel az egész világon elterjedt, és elérhető lett az a cél, amit Jenner maga már 1801-ben megálmodott, arról, hogyha mindenkit véletté teszünk, akkor a betegség teljesen eltüntethető a Földről. 180 évvel később sikerült. De ez a jobboldali ábra mutatja, hogy hogyan csökkent már azoknak az ország száma, ahol még felbukkant a fekete himlő, és 1970-es évek végén észlelték az utolsó esetet, aki természetes körülmények között fertőződött, és 1980-ban kihirdették, hogy ettől a vírustól megszabadultunk. Tehát ez az első fertőző betegség, amit sikerült a védőoltásnak köszönhetően kiírtani a Föld színéről. A következő példa kicsit időrendben is mutatok, ez a veszettség esete. A veszettség sokkal kevesebb embert érintett, de azért még ma is évente kb. 50 ezer halálesetet okoz, és azért is volt különösen rettegett betegség, mert a halálozási aránya gyakorlatilag 100%-os. Tehát akin kitörnek a tünetek, az lényegében minden esetben meghal. Ez a betegség emberről emberre nem terjed, jellemzően veszett állatokról, veszett kutyáról,
terjel át emberekre. Itt a védőoltást a francia Louis Pasteurnek sikerült kidolgoznia, és itt ismét egy véletlen felfedezés segítette a munkáját. Korábban már dolgozott a baromfi kolera kórokozója ellen próbált valamiféle eljárást kifejleszteni, és itt egy elrontott kísérlet adott olyan tippet, olyan felismerést, amire később a veszettség elleni védőoltás kifejlesztését is felépíthette. Tehát baktériumkultúrákkal dolgoztak, és egy alkalommal megkérte az asszisztensét, hogy oltsa be a baromfékat, a csirkéket ezzel a kultúrával, majd elment szabadságra. Az asszisztense is elment szabadságra, és ezzel elfeledkezett erről. Úgyhogy amikor visszaért egy hónappal később, akkor oltotta be kétségbeesett sietséggel a csirkéket, és nagy bánatára ezek nem pusztultak el. Megbetegedtek, de nem pusztultak el, úgyhogy ezt kudarcot vallott kísérletnek minősített az asszisztens, és az eredményeket félredobta volna. Szerencsére Pasteur is odafigyelt, és felismerte ebben a véletlen lehetőségben a védőoltás kifejlesztésének egy lehetőségét. Tehát itt az történt, hogy egy hónapig állt lényegében, veszített a minőségéből ez a baktériumtenyészet, és ezekkel a legyengült kórokozókkal beoltott baromfik csirkék nem pusztultak el. Tehát felismerte ez alapján azt az alapelvet, hogy egy legyengített kórokozóval kiváltoztunk védettséget, ezek a csirkék később a fertőzőképes kórokozók ellen is ellenállók voltak, anélkül, hogy a komoly betegség kockázatát kockáztatnánk. Tehát erre az alapelvre építette föl immár tudatosan a veszettség elleni védőoltás kifejlesztését. Nyulakat fertőzött meg, először kidolgozta azt az eljárást, hogy hogyan tud átvinni fertőzőanyagot egyik állatról a másikra, és a fertőzött elpusztult nyulak szárított idegszövetével oltott kutyákat. A hosszú ideig szárított idegszövet jelentősen veszített a fertőző képességéből. Tehát kidolgozta azt az eljárást, amivel már olyan szárított idegszövet, tehát dolgozott ki olyan mintát, amivel úgy tudta beoltani a kísérleti állatokat, hogy ezek nem pusztultak el, viszont később ezáltal védetté váltak az élő vírus ellen is. Ezt az eljárást már elég jól kidolgoztam, amikor kb. 50 kutya után az első emberi esetekkel is megpróbálkozott, és sikerült elérni ezzel az eljárással azt, hogy olyan embereket, akiket már megharapott veszett kutya védetté tudott tenni ezzel az oltás, ennek az oltásnak a segítségével. Tehát itt már egyre inkább haladunk abba az irányba, hogy tudatos tudományos módszerek mozgatják a felfedezést. Tehát Pasteur kora már az a kor, amikor felismerték azt, hogy a fertőző betegségek hátterében mikroszkópikus szemmel nem látható lények állnak, és ezek adják át a betegséget egyik emberről a másikra. A további felfedezések már a mikrobiológián túl gyakorlatilag az immunológia hajnalát, az immunológiai módszerek és tudás megjelenését hasznosították. A diftéria torokgyík volt az egyik rettegett gyermekkori betegség. Itt a betegséget a baktérium méreganyaga, toxinja okozza. Itt az immunológiai felismerés az volt, hogy ha egy alacsony dózisú fertőzés túlél egy ember vagy egy állat, akkor benne olyan védettség, immunitás alakul ki, ami valamiféle faktorokhoz, védőfaktorokhoz köthető, amik ennek az állatnak a vérében megtalálhatók. Tehát az így alacsony dózissal fertőzött állatok véréből kivont vérszérum, vérsavú, utána terápiás célra hatékonynak bizonyult fertőzött emberekben is. Ez óriási előrelépés volt, hiszen előtte nem volt semmilyen eljárás ennek a betegségnek a gyógyítására. A továbbiakban arra is rájöttek, hogy ezt a méreganyagot hatástalanítani, inaktiválni lehet, olyan formában, ami betegséget már nem okoz, ugyanakkor az emberben is biztonságosan védettséget alakít ki. Tehát ezen alapszik ma is a diftéria és a tetanusz elleni védőoltás. Aztán ugyanezen az alapelven előtt baktérium tenyészetekből is állítottak elő védőoltást, a szamárköhögés elleni első vakcinák, első hatékony vakcinák ezen az elven alakultak. Tehát látjuk azt, hogy lépésről lépésre hogyan haladt előre a tudományos felismerés, és egyre több
tényleges tudást tudtak használni annak érdekében, hogy egyre több fertőzés ellen fejlesztenek ki védőoltást. Még kettő példát mutatok, az egyik a járványos gyermekbénulás. Ez az utolsók között megfékezett fertőző betegség volt, ez már inkább a 20. század problémája. A 20. század közepetáján okozott a legtöbb súlyos megbetegedést. Ez egy nagyon fertőző kórokozó, ami ugyanakkor a legtöbb esetben tünetmentes fertőzést okoz, de mivel rengeteg embert megfertőz, a kis arányban okozott súlyos betegségek is nagyon-nagyon nagy társadalmi problémát okoztak. Tehát ez a kórokozó tartós bénultságot tud okozni. Ezen a képen egy kórterem látható, korabeli kórterem, hogy vastüdőkben mesterséges lélegeztetéssel tartják életben azokat, akiknek a légzőizmai is lebénultak. Pedig a vírusnak az elektronmikroszkópos képe látható. Tehát ezzel a mind a két korábbi alapelven működő vakcinát kidolgoztak, legyengített vírust is, elölt vírust is, és ez a következő kórokozó, ahol célkeresztben van az eradikáció, tehát a betegség teljes kiírtása. Már a sikerült lényegében két országra visszaszorítani, és óriási erőfeszítéseket tett ez a tudomány, ez az orvoslás, hogy teljesen kiírtsuk ezt a kórokozót is. Az utolsó példa a kanyaró. A kanyaró vírusa az egyik legfertőzőbb betegség, amit ismerünk. Viszonylag alacsony a közvetlen halálozása fejlett orvoslás körülményei között, tehát 1000-ből 1 haláleset körülbelül, de rosszabb körülmények között, szegényebb, fejletlenebb országban, vagy a régebbi múltban ennél lényegesen magasabb halálozást is el tudott érni. És ami egy viszonylag friss felismerés, az az, hogy a kanyarónak a közvetett hatása még erősebb is, mint a közvetlen. Tehát felismerték azt, hogy ott, ahol a kanyarót sikerült védőoltásokkal visszaszorítani, ott ezzel egyidejűleg az egyéb fertőző eredetű halálozás is visszaszorult a gyermekek között. Kiderült az, hogy a kanyaró elnyomja az immunrendszert. Néhány évre immunhiányos állapotot okoz, tehát aki ezen a fertőzésen átesik, azután egyéb gyermekkori fertőzésekben is nagyobb eséllyel fog meghalni. Mielőtt bevezették a kanyaró elleni oltást, tehát már a 20. század második feléről beszélünk, a fejlett országokban a gyermekkori fertőzés eredetű halálozásnak körülbelül a feléért lehet ez felelős a kanyarónak, ez a közvetett hatása. A fejlődő országokban, ahol pedig az egyéb betegségek terhe is nagyobb, itt akár a termés gyermekkori halálozás túlnyomó részét, 90%-át is okozhatta. Tehát nagyon-nagyon fontos a kanyaró elleni védőoltás is, ami szintén egy legyengített vírus. Mára már egyre több kórokozó ellen fejlesztünk ki védőoltást, és az egészen modern mai módszerekre már nem is akarok ebben a nyitó előadásban kitérni. Tehát itt már közel 30 vakcinát sorol fel a WHO-nak a 2013-as dokumentuma. Ha most ezt megnézegetjük, akkor talán egy kis hiányérzetünk lehet. Mi hiányzik erről a képről? A koronavírus ellen kifejlesztett hatékony vakcinák hiányoznak, illetve egy korábbi fenyegetés az Ebola vírus ellen is sikerült hatékony védőoltást kifejleszteni a közeli múltban. Miből látjuk, hogy ezek a védőoltások ténylegesen hatásosak voltak? Ennek köszönhetjük azt, hogy visszaszorultak a fertőző betegségek. A legnyilvánvalóbb összefüggés, amit láthatunk, az az, hogy ahol bevezették a kötelező, széles körben alkalmazott védőoltást, ott az adott betegségnek a gyakorisága gyorsan visszaszorult. Tehát ezt az összefüggést megfigyelhetjük például a kanyaró esetén az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Angliában és Walesben. Tehát ahol, amikor bevezették a vakcina széles körű alkalmazását, onnantól az esetszám, amit ez a grafikon mutat, gyorsan, nagyon-nagyon nagy mértékben leesett. Egy-egy országban még lehetne mondani azt, hogy más tényezők változását köszönhetjük ezt talán, és véletlen az egybeesés, de ez a mintázat visszatér. Tehát több betegséget megvizsgálva, több kórokozót megvizsgálva, több országot megvizsgálva, hogy különböző időpontban vezették be a védőoltásokat, ezt a mintázatot visszatérjen újra meg újra látjuk. Itt a szamárköhögés elleni védőoltás hatását mutatom. Ez azért különösen izgalmas és érdekes, mert a kezdeti siker után, amikor jelentősen visszaesett a betegség gyakorisága a védőoltás bevezetése után, volt egy visszatérés, amikor átmenetleg ismét megnőtt
a gyakorisága, és ez egybevágott egy olyan időszakkal, amikor az oltások gyakorisága átmeneti pánik miatt csökkent. Tehát amikor csökkent az oltás mértéke, újra meg tudott jelenni a kórokozó nagyobb mértékben. Illetve minden széleskörű oltás esetén megfigyelhető az, hogy a maradék esetek, amiket még ma is nagyon alacsony arányban megfigyelhetünk, ezek jellemzően a nem oltottakat érik. De a nem oltottak sokkal-sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint az oltottak. Tehát visszatérek ide, mi változott? Változtak az életkörülmények, az orvoslás, a védőoltások. Az életkörülmények változásával indokolhatjuk azt, hogy miért szorultak vissza azok a betegségek, amik tisztítatlan szennyvízzel terjednek, miért szorultak vissza azok a betegségek esetleg, amik rovarok útján terjednek, de nem magyarázhatjuk semmiképpen sem a légúti fertőzések visszaszorulását. Ugye a koronavírus járvány mutatja azt, hogy a világ ma is éppen annyira kitett, ha nem kitettebb a légúti fertőzések terjedésének, mint a múltban a védőoltások előtti időszakban volt. Ugye az orvoslás is fejlődik, tehát javul a túlélése a legtöbb fertőzésnek. Szintén a koronavírus példányán láthatjuk azt, hogy a gyors lefolyású vírusfertőzések ellen nagyon nehéz hatékony gyógyszereket fejleszteni. Tehát még a mai modern orvostudomány idején is ez nagyon-nagyon nehéz dolog, és a gyermekkori fertőzéseknél a halálozások zömét a védőoltások segítségével kerüljük el. Tehát ezekre továbbra is nagyon nagy szükségünk van. Hogy nem lazíthatunk, azt abból is láthatjuk, hogy ha valahol csökken a védőoltások gyakorisága, ott újra megjelennek a betegségek. A kanyaró, ami nagyon-nagyon fertőző, egészen kicsi lazítást is ki tud használni, és azt látjuk, hogy az elmúlt években bizony itt-ott a világban megjelennek új fertőzési csúcsok. 2019-ben Ukrajnában volt egy nagyobb járvány a kanyarónak, de az Egyesült Államokban is volt egy járvány, Afrika több országában megjelent, és azt lehet látni, hogy kétféle helyzetben tudnak megjelenni ezek a járványok, hogyha valamilyen okból az egészségügyi ellátórendszer meggyengül, akár egy polgárháborús helyzet miatt. Szíriában például a járványos gyermekbénulás, a pólió jelent meg az elmúlt években a polgárháború nyomán. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig, hogyha valamilyen helyzetben, valamilyen helyi közösségben csökken az oltások gyakorisága, akkor itt tudnak megjelenni ezek a kórokozók. Tehát nem feledhetjük el egy pillanatra sem azt, hogy ezek a kórokozók, amiket nem írtottunk ki, ezek itt vannak, csak az alkalomra várnak, hogy visszatérhessenek, hogyha a védőoltások gyakoriságát csökkentjük. Végül néhány forrást szeretnék ajánlani. Magyar nyelven a legteljesebb források Ferenczi Tamás biostatisztikus blogján érhetők el. Könyvformájában is megjelentette ezt a nagyon részletes adatgyűjtést, amire az előadásom elkészítése során is támaszkodtam. Ha pedig valaki még mélyebben érdeklődik a téma iránt, annak ezt az angol nyelvű könyvet ajánlom, ami több ezer oldalon mutatja a vakcinák működését, kifejlesztését és minden ezzel kapcsolatos mai tudást. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen dr. Müller Viktornak! Most felkérem dr. Kemenesi Gábort, a Pécsi Tudományegyetem TTK egyetemi adjunktusát, hogy mutassa be COVID-19 vakcinák, technológiák bemutatása, kihívások, és amit ténylegesen várhatunk tőlük című előadását. Nagyon köszönöm a megtisztelő lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én mondhatom, hogy elhoztam a kérdések kérdését, ami most sokunkat érdekel, hogy vajon most, hogy már itt vagyunk a győzelem kapujában, és elérkeztek végre azok a vakcinák, amiket vártunk, ténylegesen mit várhatunk tőlük? És azt hiszem, az előző előadás után nem is igazán kell beszélnem arról, hogy történelmi szinten mit jelentenek a vakcinák az emberiség számára. Azonban ahhoz, hogy a jelenlegi kontextusban megértsük azt, hogy most vajon mire lesznek jók ezek a vakcinák, egészen el kell indulnunk a múltból, a múlt pedig néhány évvel ezelőtt kezdődött, amikor is az Egészségügyi Világszervezet megalkotta az X betegség fogalmát, és nem véletlenül tette ezt, ugyanis a tudomány számára már régóta ismert az, hogy kint a természetben, hogy az emberi térnyerés egyre nagyobb mértéket ölt, egyre több olyan kórokozó fog ránk találni, amelyekre nem vagyunk, vagy kevéssé vagyunk felkészülve, és a mai globalizált társadalmat rendkívül komolyan gazdaságilag és egészségügyileg is veszélyeztetheti,
Gondolom ez most mindenkinek ismerős a jelenlegi helyzetből. Tulajdonképpen, ha szigorúan veszük, akkor egy X betegséggel küzdünk most is. Úgyhogy azok a vakcinafejlesztési törekvések, amiket most látunk és amiket most megélünk, azok tulajdonképpen a jövő évtizedeinek járványai során is óriási tapasztalati kincset fognak jelenteni. De hogy mit mesél az evolúció, és hogy szorítkozunk a koronavírus témára, a koronavírusok szerencsénkre nem voltak ismeretlenek az emberiség számára. Ugye a négy állandóan cirkuláló, állandóan jelenlévő úgynevezett nátha koronavírus folyamatosan jelen van az emberekben. Evolúciós múltjukat tekintve részben egyik részük rákcsálókról, másik részük denevérekről eredeztethető, és ugyebár azokból a bizonyos magas patogenitású koronavírusokból is, amik lefordítva azt jelenti, hogy képesek súlyos kórházi kezelést igénylő esetenként halálos megbetegedést is okozni. Már kettővel is találkozott a mostani járvány előtt az emberiség, nevezetesen a sarsvírussal 2002-ben, majd később, körülbelül 10 évre rá, a közel-keleti koronavírussal, a MERS-sel. Úgyhogy lefordítva a vakcinák nyelvére ezt a sorozatos találkozást és ezt a jelenlétet, tulajdonképpen az már egy hatalmas tudáskincs volt, hogy az úgynevezett tüskefehérjét már be tudtuk tenni a célkeresztbe, és tudta a tudomány, hogy ehhez a bizonyos fehérjehez kell nyúlni a vírus esetében, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, és azt szeretnénk elérni, hogy valamilyen szinten az immunrendszerünk reagáljon, és kialakítsunk védelmet. Tehát lefordítva, a vakcinák tekintetében a legfontosabb része a vírusnak az a tüskefehérje. Ezek a mondatok és ezek a dolgok, amiket ide kivetítettem, ezek tulajdonképpen egy vakcinafejlesztés során hosszú hónapokat, hogyha nem éveket jelentenek. Úgyhogy ez már egy óriási előny volt, ez a tudásbázis. És nem is csoda, hogy ez a tudásbázis jelen volt, és mi sem bizonyítja jobban ennek az erejét, mint hogy már a 2002-es sars világjárvány után, illetve annak következményeként az akkori vírusra már 33 vakcina jelölt készült el. Ebből kettő vakcina jelölt egészen a klinikai fázis 1-es stádiumig jutott. Úgyhogy volt tudástőke, volt fejlesztési tőke bőven. De hogy tulajdonképpen egy vakcinától mit várhatunk? Hát elsősorban mindig a természetes immunitás frontjáról tudjuk megközelíteni. Tehát meg kell néznünk, hogy vajon a megbetegedés, az alap megbetegedés, amit normál esetben elkapunk, az milyen immunitást vált ki bennünk. Ez lesz az, amit legalább el szeretnénk érni egy vakcinával. Jelen tudásunk szerint ugye ezek azok a kérdések, amiket mindig tapasztalati úton kell meglátnunk. Sajnos a természetes immunitás meddig tart, milyen mértékű, pontosan hogyan véd, ez is egy főként tapasztalati úton megválaszolható kérdés. Úgyhogy a tudomány jelenlegi állása szerint, amit biztosan lehet mondani, vagy legalábbis nagy esély, az az, hogy a védelem, az immunválasz, és főleg az az immunválasz, amiről legtöbben hallhattak már itt a nézők közül, az antitestes immunválasz, az úgy tűnik, hogy legalább egy 6-7 hónapig fennáll, és mindez igazi fertőzések 90%-ára. És az a megfigyelés, amit már annak idején a sars világjárványnál megfigyeltek a tudósok, hogy a súlyos megbetegedés egy hosszabban tartó jobb védelmet ad szemben az enyhe megbetegedéssel, az úgy tűnik, hogy itt is igaz. Emellett pedig le kell szögeznünk, hogy ez a bizonyos immunmemória, amiről mindjárt szó lesz, az ennél tovább is fennáll, akár évekig is fennáll. És hogy még mélyebben megértsük a vakcinák által kínált lehetőségeket, még mindig a légúti fertőzések példájánál maradva beszélnünk kell a védelmi vonalakról, a szervezet fel tud mutatni egy fertőzéssel szemben. Általában a légúti fertőzések során, a természetes fertőzésnél, ha szigorúan veszük, akkor kétféle immunitás alakul ki. Az egyik az úgynevezett mukozális immunitás, vagy nyálkahártya immunitás más néven, a másik pedig a szisztémás immunitás, és ahhoz, hogy teljes védelmet élvezzünk egy légúti betegség ellen, mindkettőre szükség van. Tudományos ismeretanyagainkból merítve elmondható, hogy ha egy vakcinát fejlesztünk, ami mondjuk izomoldandó vakcina, akkor az jó eséllyel ezt a bizonyos szisztémás immunitást fogja erősíteni, még egy orron át adható, spréformájában adható vakcina, ugye erre is van például az influenza esetében, az nagyon-nagyon jól és hatékonyan tudja erősíteni ezt a bizonyos mukozális immunitást, tehát az első védvonalat. Úgyhogy ezt a két fogalmat érdemes eltenni magunkban, nevezetesen a nyálkártya immunitást és szisztémás immunitást, később nagyon fontos lesz. És hogy a vakcina pontosan mit csinál? Ugye sokszor halljuk, hogy jönnek az új variánsok, kikerülik azt a bizonyos antitest választ. Az immunrendszer válaszának két nagy aspektusa, két nagy mozzanata van.
egy vakcinára. Az egyik az antitestes immunválasz, amikor is a vérünket elárasztják ezek a bizonyos antitestek, amelyek később, hogyha találkozunk a kórokozóval, képesek azt lekötni. A másik pedig a sejtes immunválasz, ami hosszú távon segít majd számunkra legyőzni a kórokozót, és hogyha nagyon egyszerűen fogalmazunk, akkor tulajdonképpen az antitestek a fertőzés elkerülését segítik, a sejtes immunválasz pedig a fertőzésnek a kontrollálását segíti. Úgyhogy ez a kettő együtt pedig az abszolút nyerő páros, és minden vakcina készítménynek az álma, hogy ezt elérje. És hát az alaptételünk, amit ugye tudósként, kutatóként jó régóta próbálunk megválaszolni és magyarázni, hogy vajon hogyan készülhetett el ilyen gyorsan ez a vakcina. Nagyon sok minden, amit eddig elmondtam, az óriási mértékben hozzájárult. Ez nevezetesen az a sok-sok előzetes tudás, amit bemutattam. Ebben benne vannak az állatkísérletek, bizonyos kísérleti elrendezések, modell a laboratóriumban. Itt már évekről beszélünk spórolási szinten. Természetesen mindenki előtt most már ismert, hogy azt a bizonyos piaci kockázatot, ami gyógyszerkészítmény lévén a vakcinafejlesztéseket mindig is meghatározza, azt most a hatalmas állami támogatásoknak hála ki lehetett kerülni. Tehát ez is egy óriási gyorsítás volt, és hát rendkívüli tudós és kutatói és szellemi tőke ment most ebbe a fejlesztésbe bele, úgyhogy nem csoda, hogy az első vakcina 10 hónap után megérkezett. De hogyha egy picit rendet szeretnénk tenni a vakcinák platformján, vagy vakcinák piacán, akkor talán érdemes most úgy megközelíteni ezt az egészet, hogyha megnézzük, hogy milyen technológiai megoldások mentén lehet vakcinákhoz nyúlni, vagy vakcinákat fejleszteni. Nevezzük tradicionális eljárásoknak azt, amikor a teljes vírust, a vírus teljes valóját beletesszük a vakcina készítménybe, ez lehet inaktivált vakcina, vagy élő, úgynevezett gyengített vírus tartalmazó vakcina. Nevezzünk egy másik kategóriát a rekombináns DNS technológián alapuló technikának. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy még laboratóriumi körülmények között létrehozunk egy olyan módosított DNS-t, amit később fehérjeként előállítunk, vagy vektorba ültetünk, ugye ezt majd később mindjárt taglalom, és ez bejuttatva a szervezetünkben végzi a dolgot. És hát, hogyha egy harmadik kategóriát húzhatunk, akkor talán a legismertebb, és később ugye lesz egy kiváló előadás erről, a tisztán nukleinsav alapú vakcinák esete, amikor valamilyen nukleinsav molekulát juttatunk be a szervezetbe, ami tulajdonképpen a szervezet alapvető mechanizmusait felhasználva elkészíti ezt a bizonyos tüskefehérjét, amire az immunválasz már kialakulhat. Hogyha nagyon röviden szeretnék egy betekintést nyújtani ezekre a technológiákra, akkor érdemes tényleg csak ránézni, hogy tulajdonképpen melyiknél milyen kihívások jelentkeznek, és melyik mire képes. Az inaktivált vakcinák egy viszonylag korai vakcinatechnológiát jelentenek, és semmiképp sem jelenti azt, hogy ez rossz. Nyilvánvalóan a technológiai háttér ezeknek az esetében is folyamatosan fejlődik. Azonban mindenképp beszélni kell kihívásokról. Virológusként állíthatom, hogy nem minden vírus esetén van könnyű dolga a kutatónak. Az inaktivált vakcináknál az úgynevezett laboratóriumi fenntartását a vírusnak el kell végezni, és sajnos nem minden vírus tartható fenn laboratóriumban, csúnya szóval élve szaporítható laboratóriumban, flaskákban. Nagy szerencsénkre a koronavírus az most egy ilyen vírus, de vannak olyan vírusok, amelyekre nem készülhetett ilyen technológiával vakcina, mert ezt az alapkövetelményt nem tudták teljesíteni. Na most mindenki gondolhatja, hogy egy veszélyes vírus kint mászkál az utcákon, akkor ennek a vírusnak a szaporítása sem egyszerű. Tehát az inaktivált vakcinák esetében, a koronavírus tekintetében szükséges úgynevezett biobiztonsági laboratóriumok, vagy legalábbis magas biztonsági körülményeknek a megléte. Úgyhogy ipari szemmel nézve itt azért van néhány kihívás. Ennek ellenére, amely országok rendelkeznek ilyen kapacitással, és ilyen gyártósorral, nyilván egy logikus lépés ennek mentén elindul. Erről már volt szó, hogy az inaktivált vakcináknál mik a kihívások, ugye ezt jeleztem már, hogy a biobiztonsági szintet itt meg kell ütni, és nem minden laboratórium képes erre. Amilyen vakcinákkal ezzel a technológiával találkozhatunk, az ugye most jelenleg a Sinopharm vakcinája, vagy a Sinovac vakcinája, amiről meg hallhattunk világszerte, hogy klinikai fázis 3-as vizsgálatok zajlanak, vagy már lezajlottak. A másik lehetőség, amikor még hagyományos, tradicionális megközelítést alkalmazunk, az úgynevezett élő gyengített kórokozók alkalmazása. Na most ez nem minden betegség esetében vethető be, ugyanis sok betegségnél fennáll a visszavadulás lehetősége. A koronavírusok rendkívül hajlamosak arra, hogy bizonyos génszakaszaikat kicseréljék egymással, tehát ebben az esetben erősen fennáll a lehetősége, hogy egy ilyen vakcina esetén esetleg visszavadulna, és nem érne semmit az a vakcina készítmény. Jelenleg nem túl sok vakcinafejlesztés tartja ideálisnak ezt a megközelítést, ellenben ez a megközelítés nagyon előnyös lenne a már említett mukozális immunitás szempontjából. Meglátjuk, mit hoz a jövő.
Visszatérve a kategóriákra és belelépve a második kategóriába, ugye a rekombináns fehérje vakcinák kategóriájába, amikor arról beszélünk tudományos nyelvezetről, hogy rekombináns DNS technika, az mindig azt jelenti, hogy valamilyen fajta génszakaszt átültetünk egy másik génszakaszba, vagy kombináljuk őket, és így termeltetünk fehérjéket, vagy hozunk létre olyan nukleinsav szálakat, amikről később letermeljük a kívánt fehérjét. De hogyha az első kategóriát nézzük, amit más néven alegység vakcinákat is hívunk, akkor ez nem fog más jelenteni, mint hogy a vírusnak egy bizonyos részét legyártjuk, még külön a gyárban, vagy hát a kutatólaboratóriumokban, és ez kerül később a vakcina készítménybe, úgyhogy gyakorlatilag a vírusnak csak egy darabját mutatjuk meg a szervezetnek. Ebben az esetben szó szerint fehérjegyártásra van szükség. Most, ami a piacon megtalálható, vagy legalábbis közeledik, az egyrészt a Novavaxnak a vakcinája, ami úgy tűnik, hogy épp most jöttek a hírekbe, hogy a klinikai fázis 3-as vizsgálatok befejeződtek, és jönnek az adatok, illetve az Orosz Vektor Intézetnek van még egy hasonló technológián alapuló vakcinája, és még jó néhány ilyen fejlesztés zajlik a világban. Talán testközelből hamarosan meg is ismerhetjük a vektor vakcináknak a technológiáját, ugye az AstraZeneca vakcinája, vagy az oroszoknak a Sputnik 5-ös vakcinája, az is ezen a technológián alapul. Itt is meg beszélhetünk arról, hogy rekombinens DNS technológia, hiszen fogunk egy ártalmatlan adenovírust, általában nátha adenovírus, vagy az AstraZeneca esetében egy csimpánzokból származtatott adenovírus. Ezekre azért van a szükség, mert olyan vírust kell használni, mivel az emberek többsége még nem találkozott, és maximum enyhe megbetegedést tudnak normális esetben okozni. Ebben az esetben azonban megfosztják őket a szaporodási képességüktől, a működési képességüktől, és pusztán csak a tüskefehérjét kódoló génszakasz bejuttatására használják ezeket az adenovírusokat, és ez a vakcina technológia, ha előnyt kellene mondani, akkor egy hatalmas sikert élt át már 2018-19-ben, amikor is az ebola vírus ellen sikerült létrehozni ezen a technológián alapulva egy kiváló vakcina készítményt, amit több százezer ember már megkapott, és amikor azt halljuk, hogy Közép-Afrikában már a negyedik ebola járvány tör ki, és még mindig nem látjuk azokat a szörnyű képsorokat, mint Nyugat-Afrikában, az pontosan ennek a vakcina technológiának és ennek a vakcinának köszönhető, úgyhogy itt a koronavírus esetében is nem csoda, hogy bevetésre került. És hát a legújabb vakcina technológia, és a, hogy mondjam, talán a legelső befutó, ez tényszerűen a legelső befutó volt, hogy az mRNA-s alapú vakcinák, amiről hamarosan lesz egy előadás, de ha mégis a technológia előnyeit nézzük meg, és abban a kontextusban helyezzük, amiről itt végig beszéltem, akkor reakció idejét tekintve, fejlesztési idejét tekintve talán ez a legkedvezőbb, és hogyha a jövő pandémiáit nézzük, akkor ebben az esetben ez lesz a legértelmesebb és érdemesebb technológia, ebben az esetben elégséges ismerni a kórokozónak a genom szekvenciáját, amire rendkívül modern, rendkívül jó eljárások állnak már rendelkezésre, és pusztán ezzel a tudással le lehet indulni ezeken a vakcinafejlesztéseken. De mégis mire lesz jó ez az egész? Egy picit ki kell tekintenünk. Ennek az előadásnak egy formáját már én előadtam néhány hónapja, akkor óvatos optimizmust jeleztem mindenki felé. Most már azt tudom mondani, hogy egyre bátrabb optimizmusra van esélyünk, hiszen egyre több vakcina elérhető, egyre többféle technológián alapuló vakcina, különféle szállítási módokkal, különféle hatékonysággal, bevethetőséggel. Ez nagyon jó, hiszen az emberek is sokfélék, az országok is sokfélék, ahová el kell jutni, úgyhogy kelleni fognak. Természetesen még mindig vannak nyitott kérdések, nevezetesen meddig védenek ezek a vakcinák? Kiket mennyire védenek ezek a vakcinák? Mi lesz a vírussal most, hogy bevetjük a vakcinákat? Biztos vagyok benne, hogy az információs áramlás és információs rohamban nagyon sokféle új adat fog érkezni mindenki felé. Én mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy a tudomány szilárd objektivitásával szemlélődjünk minden esetben, és próbáljunk meg a mélyére nézni a dolgoknak. Természetesen itt is jönnek újabb és újabb kihívások a győzelem kapujában, különféle mutációk megjelenése, a gyártási kapacitásoknak a kérdésköre. Ugye itt látható egy ábra, amit beraktam itt jobb oldalt alul, látható, hogy azért a világ sem egyenlő arányban részesült egyelőre a vakcinákból. Egy globális világjárványnál ez egy komoly kihívás és komoly tény, ugyanis addig, amíg nincs legyőzve a vírus mindenhol, addig tulajdonképp sehol sincs legyőzve. De most rátérve ezekre a kulcskérdésekre, amik végül is a kérdések kérdésére megadják a választ, hogy mire lesz jó ez a vakcina most számunkra, az első kérdés talán az lehet, hogy meddig véd. És erre a tudományos válasz egyről az, hogy nem tudjuk. És nem azért nem tudjuk, mert a tudomány alkalmatlan arra, hogy ezt megmondja, azért nem tudjuk, mert a tudománynak ezt meg kell figyelnie, nevezetesen populáció szintű megfigyelésekkel, amik most zajlanak, miközben a vakcinát használják különféle országokban, úgyhogy erre vonatkozóan a válaszok érkeznek. És amikor azt halljuk, hogy valamelyik vakcinagyártó azt nyilatkozta, hogy 3 hónapig véd a vakcinája, az nem azt jelenti, hogy pontosan 3 hónapig véd, hanem 3 hónapig biztosan.
Idővel válaszokat fogunk erre is kapni, de egyelőre az adatok nagyon biztatóak. Sajnos olyan tudományos vizsgálat nincs, amiért előre meg tudná jósolni, hogy pontosan meddig fognak védeni, következtetéseket tudunk levonni, a következtetések pedig egyelőre biztatóak. A mutációk, ami most nagyon sokak fantáziáját mozgatja, ezt a szörnyű baloldali ábrát csak elrettentésként tettem be, ez pusztán a vírus tüskefehérjére keletkezett mutációknak az összefoglalója. Ha egyszerűen fogalmazok, akkor a vírus bármilyen behatás éri, még egyszerűbben fogalmazva, minél több emberhez, minél több környezetbe jut el, annál több alkalma van változni. És mindig azok a változások maradnak meg a vírus genomjában, amik neki előnyt jelentenek, úgyhogy biztosan és várhatóan a vakcináknak a bevetése is egyfajta mutációs nyomást fog a vírusra helyezni. De ezt a tudomány ismeri ezt a jelenséget, és a tudomány készül erre a jelenségre. Nem véletlen, hogy egyre többször halljuk, hogy különféle variánsok megjelentek, felmérték őket, hogy hogy terjednek, és éppen azt vizsgálják, hogy a vakcinák által kiválasztott úgynevezett antitestes immunválaszt mennyire, milyen mértékben kerülik ki. Ezek tudományos kérdések és járványügyi kérdések, és a vakcinagyártók, tudósok erre készülnek, felkészültek. És hogyha őszintén feltesszük a kérdést, hogy vajon számít ehhez, hogy új mutációk jelennek meg, és kikerülik a vakcinák által kiváltott antitest választ, akkor a legőszintébb válaszunk megint csak az, a legtudományosabb válaszunk, hogy egyelőre nem tudjuk. Valószínűleg nem annyira jelentős. Ugye most már ismert, hogy például a Dél-Afrikában megjelent variánsnál ez a 484 kódjelű mutáció részben képes kikerülni az antitest választ. De itt hangsúlyoznám a részben. Amikor antitest válasz alakul ki egy fehérjére, nevezetesen mint a tüskefehérjére, az egy óriási halmaznyi, különféle divers antitestet jelent. Ha ennek egy részét kikerüli az új variáns, az azt jelenti, hogy a vakcinák hatékonysága csökkenhet. Igen, csökkenhet, de ettől meg a kórházi kezelések társadalmi hatásait jó eséllyel enyhítik. Ugyanis az immunrendszerünknek több lába van, számos, sokféle, sokrétű antitest képződik a vakcinák hatására, és jól látható most már a vakcinákról közölt tudományos adatokból, hogy bizony a sejtes immunitás és az immunmemóriát is kiválóan aktivizálják a vakcinák, úgyhogy bízhatunk bennük, még az új variánsok megjelenésénél is. És hát a járvány jövője rövid távon. Ugye mindenki tudja tisztában vele, hogy Izrael élen jár a vakcinázásban, a vakcinálásban, úgyhogy érdemes figyelő szemünket Izraelre vetni, és megnézni, hogy az ottani adatok vajon mit mutatnak, és azt kell mondjuk, hogy kezdeti adatok rendkívül bíztatóak, nyilvánvalóan újabb kihívások fognak érkezni, de ettől még egyértelműen mutatják az izraeli adatok, hogy a vakcinák bevetése igenis enyhülést hoz, és igenis felüdülést hoz a járványból. Ezek az ábrák, ezek az adatok, amiket itt mutatok, már nem frissek, ennél már jóval kedvezőbb adatok érkeztek azóta, amik ezt csak megerősítették. Úgyhogy bízhatunk a vakcinákban, itt azt látjuk, hogy az idősebb korosztályban szignifikáns csökkenés mutatkozott a súlyos megbetegedések számában, úgyhogy kiváló bizonyítéka ennek. És hát mi lehet a járvány jövője hosszú távon? Ez már inkább egy tudományos kérdés, ahol nagyon sok olyan előzetes ismerethez kell nyúlnunk, amire idővel fogunk bizonyságot nyerni és további adatokat szerezni. És főként ebben, hogy a járvány jövője vajon mi lesz nevezetesen, bízhatunk-e a tankönyvi nyári immunitásban, vagy inkább abban a forgatókönyvben bízhatunk, hogy majd megszelidül a járvány, és belép a kezelhető, szezonálisan megjelenő, majdhogy nem nátha vírusok sorába ez az új vírus. Ekközött a két lehetőség között leginkább az fog dönteni, hogy a vakcinák által kiváltott immunválasz a szisztémás immunitáson felül vajon azt a bizonyos mukozális immunitást is kellőképpen ingerlie és kellőképpen kiváltja. Ha igen, és lefordítva egyszerűbb nyelvezetre, ha a vakcinák képesek kivédeni a fertőzést is, nem csak a megbetegedést, akkor jó esélyünk van arra, hogy a hagyományos nyájimmunitás fogalmát megéljük, nevezetesen a vakcinált emberek által meg tudjuk védeni azokat, akik nem vakcináltak, hiszen aki megkapta a vakcinát, nem adhatja tovább. Amennyiben ez a forgatókönyv nem valósul meg, ugye erre még nincs elég adat, hogy ezt kijelenthessük, hogy melyik, de mégis, ha megvizsgáljuk, hogy az állategészségügyi koronavírusok, hogy az állatok körében is számtalan koronavírus létezik, az állati koronavírusok elleni vakcinálásnál mi állt fent, akkor azt kell látnunk, hogy ott a terjedés fennmaradt, tehát a mukozális immunitás nem volt kellőképpen erős, úgyhogy most a tudományos vélekedés leginkább arra felé billen, hogy a járványt a vakcinákkal és a súlyos megbetegedések számát tudjuk csökkenteni, sőt a súlyos megbetegedések számát konkrétan egész komolyan tudjuk csökkenteni, jelen tudásunk szerint le tudjuk nullázni, ugye a vakcinák egyelőre kivétel nélkül védenek ezek ellen, de mégis a tünetekkel járó megbetegedést meg tudjuk szelídíteni, és jó eséllyel a legutóbbi tudományos álláspont, itt alulra helyeztem hivatkozást ezzel kapcsolatban,
afelé hajlik inkább, hogy a vakcinákkal ki tudjuk küszöbölni, hogy súlyosan megbetegedjünk, kórházba kerüljünk, ugyanakkor a vírus terjedése fennmaradhat, de éppen ezért, mert fennmarad a vírus terjedése, a vírus természetes fertőzése meg a mukozális immunitást is erősítheti a vakcinálás mellett, és kialakulhat egyfajta egyensúly, amivel ide a jobb alsó ábrán látható szezonalitási sorba esetleg beléphet majd ez a vírus. Én azt gondolom, hogy az idei évben, vagy legalább a jövő évben már erre biztos választ tudunk majd adni, hogy pontosan melyik forgatókönyv fog beválni. És hát egy kis történet búcsúzóul a régmúltból, éppen a mostani koronavírus járvány irányította rá figyelmet a világ nagy pandémiáira, és egészen véletlenül az 1889-es évből ismert orosz influenza néven kitört az akkori világgal mérve egy világjárvány, az mostanában úgy tűnik a legutóbbi adatok szerint, nevezetesen a koronavírusok, a hagyományos emberi náta koronavírusok, azok közül is az úgynevezett OC43 nevű emberi náta koronavírus vizsgálatából, hogy éppen az 1890-es évek környékén juthatott emberre ez a vírus. Úgyhogy jó esély van rá, hogy ez a forgatókönyv, amifelé most a mérleg az előbb billent az előző slide alapján, az már megtörténhetett a múltban. Nyilvánvalóan ennyi év távlatából direkt tudományos bizonyítékot szerezni már nem lehet, de egyelőre az evolúciós genomikai vizsgálatok arra utalnak, hogy az 1889-es orosz influenza néven elhíresült világjárvány az akár az OC43 koronavírus által is kitörhetett, és szépen jó eséllyel évek alatt beszelidülhetett ez a koronavírus az emberi populációba, és beállhatott át a koronavírusok sorába. Én nagyon köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy sikerült egy általános képet adnom mindenki számára a koronavírusok és a mi közös jövőnk várható kimeneteléről. Nagyon szépen köszönjük dr. Kemenesi Gábornak az előadást. Most pedig egy kerekasztal beszélgetés következik, melynek levezetésére felkérem dr. Török Pétert, a Fiatal Kutatók Akadémiájának társelnökét. Köszönöm szépen a szíves felkérést. Egy kicsit kötetlenebb hangnemben beszélgetünk, nyilván továbbiakban is a témához kapcsolódóan. Kerekasztal beszélgetés, de tulajdonképpen ez egy háromszög, nem annyira kerek ez az asztal. Két beszélgető társam lesz ebben a ennek a beszélgetésnek a során. Csuka Dorottya és Toldi Gergely mindketten a Fiatal Kutatók Akadémiájának tagjai. Személyes tapasztalataikat és véleményüket kérdezem majd a koronavírus vakcinákkal kapcsolatosan. Oltási hajlandóságról, illetve diagnosztikai kihívásokról szeretnék velük beszélgetni. Sziasztok! Kérlek benneteket, hogy röviden 2-3 mondatot mondjátok el, hogy mivel foglalkoztok, és hogy kerül a képbe esetetekben a munkátok során a koronavírus járvány. Talán Dorottyát kérném meg először, hogy mutatkozzon be, és mondjon néhány mondatot. Üdvözlöm a résztvevőket és a hallgatókat. Csuka Dorottya vagyok, a Semmelweis Egyetemen a hematológiai és belgyógyászati klinikán dolgozom. Itt ritka ötletes vesebetegségek genetikai diagnosztikáját végezzük, de most már közel egy éve lehetőségem nyílt úgymond külső önkéntesként becsatlakozni az egyetemen zajló koronavírus diagnosztikába. Szépen, most Gergőt kérném meg, hogy mutatkozzon be is röviden. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a nézőket. Toldi Gergely vagyok, jelenleg Birminghamben, Angliában dolgozom gyakorló gyermekgyógyászként, neonatológusként, tehát beteg újszülöttek, illetve koraszülöttek gyógyításával foglalkozom, illetve emellett elméleti immunológiai kutatással is foglalkozom. Tudjuk azt, hogy a koronavírus okozta megbetegedés az a gyerekeket, újszülötteket kevésbé érinti a felnőtt populációhoz képest. Ugye elsősorban a védőoltásokkal kapcsolatos fenntartásokról, szülői fenntartásokról általánosságban fogok majd beszélni. Dorottya, téged kérdeznélek először, hogy a diagnosztikai kihívásokkal szembesültél. Ezek milyen jellegűek voltak a COVID-járvány kapcsán? Milyen kihívásokról tudsz beszámolni? Az egyetemünkön a COVID-diagnosztikai labor, az a mikrobiológia laboron belül állt fel tavaly márciusban, és ugye fokozatosan kezdett el nőni a COVID-gyanús minták száma,
Tehát ennyiből volt egy kis idő felkészülni ott helyben, de azért azt lehet mondani, hogy ez eléggé új terület volt minden dolgozónak, és az egyetemünkön több laborból is kerestek jelentkezőket, akik esetleg önkéntesen besegítenének a COVID labor működésébe, és mi tavaly márciusban csatlakoztunk ebbe a laborba, ahol tényleg az alapoktól kezdve fel kellett építeni az egész diagnosztikai folyamatot. Ez akkor még azt jelentette, hogy az ellenes izolálásra is be kellett vezetni különböző módszereket, majd az azt követő PCR reakciókat is be kellett vezetni. Szerencsére már tavaly márciusban is nagyon sokféle különböző gyártmányú reagáns rendelkezésünk állt, és voltak egyrészt kézi felhasználású ellenes izolálókittek, egyre több laborautomatát is telepítettek ebbe a laborba, ami még inkább felgyorsította az ellenes izolálás folyamatát, de ezt az összes különböző gyártmányú módszert ki kellett próbálni, be kellett vezetni a laborba, és biztosítani kellett, hogy tényleg megbízhatóan működnek. Ahogy említettem, a PCR kitekből is nagyon sokféle szerencsére rendelkezésre állt, de ezeket is mielőtt élesben használtuk volna, ki kellett próbálni olyan mintákon, amikről tudtuk, hogy negatívak, illetve pozitívak a COVID vírusra, és szóval nagyon sokféle kitet ki kellett próbálni. Aztán tavaly szeptemberben kicsit könnyebbek lettek a körülmények, abban a szempontból, hogy bekerült a kereskedelmi forgalomba egy olyan PCR kit, ami nem igényel előzetes ellenes izolálást, tehát ezeket a nazófóreán galális szveb mintákat nyersen, izolálás nélkül tudtuk már alkalmazni a PCR-tesztek során, és ez nagyon megkönnyítette és felgyorsította a folyamatokat. De ugye nagyon sokszor kellett arra is számítani, így a rutin munka során is, már tavaly márciustól, hogy akár elromlik egy izoláló automata, vagy egy PCR készülékkel van gond, szóval ilyenek sokszor felmerültek. Volt olyan is, hogy a labornak nagyon sok munkatársa egyszerre manuális módszerrel izolált ellenes, de egy nagyon motiváló és nagyon erős csapat verődött össze, akikkel valahogy minden problémát megoldottunk. De hangsúlyozom, hogy én csak külsős segítőként voltam ott. Ennek a mikrobiológia labornak a törzstagjai, ők rendszeresen folyamatosan be vannak osztva, és ők viszik a vállukon a legnagyobb terhelést. És ami még talán egy nagyon pozitív újdonság, hogy múlt hét során érkezett a laborba egy olyan új PCR kit, ami egy amerikai és magyar cég közös fejlesztése, és ez, akit arra hivatott, hogy kimutassa ezt az új N501Y variánst is, és az egyetemen már megkezdtük ennek az új kitnek a kipróbálását, hogy minél hamarabb be tudjuk vezetni a rutin diagnosztikai folyamatokba. Sokszor szokott felmerülni így információként különböző kontextusokban ugye a PCR-tesztek megbízhatósága. És itt általában ha jól tudom, akkor ugye itt a fals negatív dolgokkal vannak problémák. Ez amennyire én tudom, ez általában mintavételi dologra vezethető vissza. Ebbe meg tudsz erősíteni? Igen, ennek nagyon sokszor az esetek többségében ez az oka. Mi abban a szerencsés helyzetben voltunk a laborban, hogy olyan PCR kiteket használtunk, amikben van egy ilyen úgynevezett internál belső kontroll, ami azt hivatott ellenőrizni, hogy van-e humán eredetű RNA-SP a mintában. Tehát ez egy olyan kontroll, amit minden minta esetében, minden mérés során leellenőrzünk, és ha erre az internál kontrollra egy pozitív jelet kapunk, csak is akkor értékeljük a mintát. Amennyiben ez az internál kontroll nem működik, tehát negatív jelet ad, akkor azt a mintát nem adjuk ki, ilyen esetekben új mintát szoktunk kérni a beküldőktől. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy viszonylag kevés az a mennyiség örökítő anyag, amit lehet használni, gondolom, a tesztelésre. Igen, igen. Uh-huh. És
még szót kell ejteni arról is, hogy azért hallottam olyan beszéléseket is, hogy bizonyos betegek mondjuk használtak valamilyen, nem is tudom, ilyen szájfertőtlenítő hatású szereket, sokszor rendszeresen, akár a mintavétel előtt is, és néhány esetben nagyon is sejthető volt, hogy esetleg ilyen befolyásoló tényezőkre vezethető vissza egy negatív minta. De mindig minden esetben nagyon alaposan ellenőriztük a belső kontrollt, és volt úgy, hogy egy mintát többször is megismételtünk, hogy mindenképp pontos eredményt adhassunk ki. Köszönöm szépen. Most Gergőhöz fordulnék, tőle kérdezném meg, hogy gyakorló gyermekorvosként milyen tapasztalatok vannak például a szülői hozzáállás tekintetében a védőoltások kapcsán? Igen, tehát ahogy említettem, én elsősorban a nagyon fiatal populációval foglalkozom, tehát újszülötteket, volt koraszülötteket gyógyítok, és hát nem lehet nyilván eléggé hangsúlyozni, hogy az ő esetükben milyen jelentősek a védőoltások, mennyire fogékonyak a fertőző betegségekre. Gyakori tapasztalat az, hogy a szülők kifejezik, hogy nem kívánnak védőoltást beadatni a gyermeküknek, és az segít tulajdonképpen ezekben az esetekben, hogyha az ember megpróbálja felmérni, feltérképezni azt, hogy mi áll ennek a hátterében, és rászánja az időt, hogy ezeket a beszélgetéseket kezdeményezze a szülőkkel. Az én tapasztalatom szerint tulajdonképpen három kategóriába sorolható az, hogy mi áll a hátterében az oltás ellenességnek, vagy az oltásokkal kapcsolatos bizonytalanságnak. Az első kategória az azok a szülők, akik teljesen kategórikusan elzárkóznak a védőoltásoktól különböző okok miatt. Azt jeleznem kell, hogy ők azért viszonylag kevesen vannak, de hát ez tény, hogy van egy ilyen csoport. A második csoport, akik tulajdonképpen nem is igazán tudják megfogalmazni azt, hogy miért nem kívánnak oltást beadatni, és a harmadik, a legjelentősebb vagy a legnagyobb számú csoport az, ahol valamilyen téves információ vagy pusztán az információ hiánya áll a háttérben. És nyilván ez az a szülői csoport vagy betegcsoport, akik esetében ugye ezeket a tévhiteket vagy felmerülő kérdéseket el lehet oszlatni egy-egy ilyen beszélgetés felvilágosítás során. Mit javasolnál azoknak, akik nem zárkóznak el kategorikusan a védőoltásoktól, de információhiányba szenvednek, bizonytalanok, hogy milyen forrásokhoz tudnak nyúlni, hogy tudnak segítséget kapni, abban jobban tájékozódjanak ebben a kérdésben? Igen, hát talán az első javaslatom az volna, hogy aki bizonytalan vagy kérdése van, az próbálja elsősorban maga számára tisztázni első körben, hogy mi az, amitől tart, mi az, ami nem teljesen világos számára a védőoltásokkal, vagy a betegség mechanizmusával, az oltások működésének a mechanizmusával kapcsolatban. Ez azt gondolom, hogy nagyon sokat segít első körben. Nagyon fontos az, hogy megfelelő forrásból tájékozódjunk, és hogy felmerjük tenni a kérdéseinket, de nyilván olyan szakembernek vagy hozzáértő személynek tegyük fel, aki hiteles információt tud adni. Erre azt gondolom, hogy a gyakorló orvos kollégák, egészségügyi dolgozók kiváló lehetőséget teremtenek az esetek többségében, tehát akár házi orvosunktól, akár kezelő orvosunktól, különböző szakorvosoktól kaphatunk információt, tehát például, hogyha van valamilyen alapbetegségünk, akkor ezt érdemes megbeszélni a kezelő orvossal, hogy adott esetben esetleg bármiféle kontraindikációja, vagy nem kívánatos hatása lehet-e a védőoltás beadatásának. Ezen kívül természetesen a különböző
internetes felületeken, közösségi médiában is tájékozódhatunk. Itt nem lehet eléggé hangsúlyozni, amit az imént említettem, hogy megfelelő hiteles forrásból tájékozódjunk. Sajnos nem csak otthon Magyarországon, általánosságban, a világon mindenhol az egészségnevelés hiányosságai miatt gyakran egészen abszurd, blőd elméletek keringenek különböző oldalakon. Én azt javasolnám, hogy olyan általánosan elfogadott magas presztízsű honlapokról tájékozódjunk, ahol hiteles információt találhatunk. Javasolni tudom akár az mta.hu honlapot, tehát a Magyar Tudományos Akadémiának a honlapján a COVID fertőzésre vonatkozó részeket, egy külön fül található a kezdő honlapon, de a közösségi médiában is számos kutató, illetve gyakorló orvos kolléga nagyon hiteles, jó minőségű, közérthető információt oszt meg, akár az oltással, az immunizációval, akár pedig a betegség lefolyásával kapcsolatban. Köszönöm, és nyilván hát egy csomó egészségügyi intézmény, vagy éppen egyetem is már végez hasonló jellegű tájékoztató anyagok elhelyezését a honlapjaikon, tehát én úgy gondolom, hogy ezekhez is érdemes lehet ilyen esetekben fordulni. Dorottyához lenne egy utolsó kérdésem még, és hát sajnos le kell zárnunk ezt a beszélgetés részt, hiszen még a programunk nagyjából fele hátra van. Hogy miben segíthet diagnosztikai vonalon a COVID-védőoltások tömegesebb felvétele? Ugye eddig hallottunk, hogy immunizálással kapcsolatos dolgokat, vagy a súlyos esetek megelőzését, de vajon diagnosztikában mit segít ez a dolog? Igen, ilyen szintén is nagyon nagy segítséget jelenthet az, hogyha minél több ember megkapja a vakcinát, mert bár ez talán kevésbé derül ki a hírekből, de a diagnosztikai hátteren is nagyon nagy a nyomás. A kollégák március óta folyamatosan éjszakai időszakban is, nappal is non-stop dolgoznak, és amikor rengeteg minta érkezik sokszor a környező városokból is, rengeteg különböző szociális intézményből, akkor az hatalmas terhet ró a laborra, és figyelme kell venni azt is, hogy nagyon sok esetben olyan sürgős minták érkeznek a laborba, ami például egy vakbélműtét előtt álló betegtől származik, vagy bármilyen más műtétet kéne végrehajtani egy betegen, és ezeket tényleg nagyon gyorsan kell feldolgozni, mert indokolt esetben kérnek a kollégák ilyen sürgős méréseket, és ha ott van egy hatalmas nagy mintahalmaz, akkor sokszor nehéz megoldani, de igyekszünk mindig minél hamarabb feldolgozni a mintákat. De ha az embereknek lehetősége van arra, hogy minél nagyobb számban és minél hamarabb megkapják a vakcinát, akkor úgy gondolom, hogy ezzel mindenképp élni kell, mert nem csak az egészségügyre gyakorolt nyomás csökkenthető ezáltal, és itt gondolok a betegellátásra, a diagnosztikai háttérre, hanem társadalmi szinten is kell nézni ezt, hogy akkor sokkal hamarabb elérkezünk egy olyan állapothoz, ahol kialakul egy szélesebb körű immunitás, és úgy gondolom, hogy itt nem csak az egyének életét kell nézni, hanem azt is, hogy ennek milyen gazdasági és társadalmi hasznai lehetnek, hogyha minél hamarabb nagy tömegekben védettebbé válunk. És tényleg néhány személyes példa. Több kollégám is megkapta az oltás mindkét részletét, és kisebb, kellemetlen, enyhe tünetekkel átvészelték. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenki minél hamarabb megkapja ezt. Azért is fontos, ugye például az egészségügyi dolgozók körében, mert ők sok más dolgozók hasonlóan, de ők is nagyon kitettek a fertőzés veszélynek, és fontos, hogy megóvjuk az ellátórendszert, hogy a másokból beérkező súlyos betegek is megfelelő kezelést kapjanak.
szépen köszönöm a választ, és mindkettőnek nagyon szépen köszönöm, hogy személyes tapasztalatokat megosztottátok, és gondolataitokat a kérdésben. Én úgy gondolom, hogy ezek a hiteles és személyesebb történetek nagyban segíthetik a járványi védekezés egyes lépésének megértését, és hát közel visznek gyakorlatilag azokhoz az emberekhez, akik a járvány terheit a leginkább viselik, és gyakorlatilag tőlük függ ugye a súlyosabb, vagy akár az enyhébb betegeknek a gyors gyógyulása, vagy épp a túlélése. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy vállaltátok, hogy ebben a panel beszélgetésben részt vesztek. Köszönöm szépen. Tovább haladva én koordinálnám a második részét az előadulésnek, és egyúttal fel is kérem Pardi Norbertet, University of Pennsylvania tudományos munkatársát, egyetemi adjunktust, hogy mutassa be a nukleozid módosított messenger RNA-s vakcinási platform kifejlesztése című előadását. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy beszélhetek egy kicsit a nukleozid módosított RNA-s vakcina platform kifejlesztéséről. Az előadásom első felében egy kis történeti kitekintést fogok adni, és elmondom, hogy mik voltak azok az akadályok, amelyek miatt nem használtunk már 10-15 évvel ezelőtt is RNS alapú terápiát, szereket, többek között vakcinákat. Az előadás második felében pedig konkrétan beszélek egy kicsit a jelenleg használt SARS-CoV-2 elleni RNS vakcinákról, illetve igyekszek egy néhány olyan kérdést megválaszolni, ami ezekkel a vakcinákkal kapcsolatban valószínűleg sok emberben felmerült. Az RNS technológia, messenger RNS technológia terápiás célra történő alkalmazása, illetve egész pontosan ennek a kifejlesztése évtizedekkel ezelőtt kezdődött, tehát ezt rögtön szeretném az elején cáfolni, hogy ez nem egy septében kidolgozott technológia, ami egy éve még sehol nem volt, most pedig már emberekben alkalmazzuk, emberekben használjuk. Az első közlemény, amelyik megmutatta, vagy felvetette egyáltalán komolyabban, hogy lehetne RNS, szintetikus RNS-t terápiára használni, ez 1990-ben jelent meg. Ebben a Science publikációban azt mutatták meg a kutatók, hogy egy szintetikus RNS-ről állatokba bejuttatva fehérre képződik. Tulajdonképpen ezt csinálja az RNS, ezt csinálja az RNS vakcina is, de majd erről egy picit többet beszélek. Tehát ez volt egy ilyen első bizonyíték, de nagyon-nagyon lassan haladt a kutatás, és a következő 10 évben érdemi előrelépések nem is nagyon voltak. A legtöbb ember továbbra is abban hitt, hogy fehérjéket vagy DNS alapú eszközöket lehet terápiára használni. Mik voltak a legfontosabb problémák? Az egyik probléma az volt, hogy a másik nukleinsavhoz, a DNS-hez képest az RNS az instabil, tehát ez az RNS az csak a genetikai információ idéglenes tárolására szolgál, és ezért relatíve gyorsan elbomlik, úgyhogy kellett olyan fejlesztéseket végrehajtani, amik egy picit stabilabbá tudják tenni az RNS-t. A másik probléma pedig, hogy az RNS-eket bontó speciális enzimek, ezeket úgy hívjuk, hogy RNA-zok, ezek nagyon sok helyen jelen vannak az élő szervezetben, és nagyon kevés alkalmazás kivételével azt találtuk, hogy szinte mindig kell valami fajta hordozó molekula, amiben az RNS-t becsomagoljuk, és ez a hordozó molekula megvédi az RNS-eket a nagyon gyors lebomlástól. A másik probléma, amit meg kellett oldani, az, hogy ha nem módosítunk egy szintetikus RNS molekulát, akkor az élő soksejtű szervezetekbe juttatva, de akár sejtkultúrában is erőteljes gyulladási folyamatokat idéz elő, és ez nyilván egy nagyon komoly biztonsági kérdést vetett fel. Voltak egyéb apróságok is, de most fókuszáljunk erre a két fő problémára, és mutatok ezzel kapcsolatban, igyekszek nagyon egyszerűen elmagyarázni olyan kulcskísérleteket, amelyeket szerintem szélesebb körben is érdemes ismerni. A gyulladási folyamatok kiküszöbölésének a egyik kulcskísérletét, illetve az ahhoz vezető felismerést azt ezen az ábrán lehet látni, és az egyik fő ok, amiért mindenképpen szeretném, ha egy picit beszélnénk róla, mert Karikó Katalinnak ez egy olyan kulcskísérlete volt, ami potenciálisan Nobel-díjat is érhet.
Tehát mit csinált Katalin 15 évvel ezelőtt? Ez egy 2005-ben megjelent Immunity cikkből való. RNS-eket izolált különböző forrásokból, tehát látható, hogy emlősejtekből származó különböző típusú RNS-eket, bakteriális sejtekből, és nagyon fontos, hogy készített, ez a lila oszlop mutatja, egy nem módosított szintetikus RNS-t is, és ezeket a különböző RNS-eket speciális immunsejtekbe, úgynevezett dendritikus sejtekbe juttatta be. Ezek a dendritikus sejtek, ezek nagyon sokfajta citoszolban, illetve membránhoz kötött RNS-szenzorral vannak felszerelve, és hogyha kívülről idegen RNS érkezik, akkor ezek ezt érzékelik, és elkezdenek mindenféle gyulladásos anyagokat, gyulladásos citokineket, úgy hívják őket termelni, ilyen gyulladásos citokin például a TNF-alfa. Szóval Katalin ezeket a különböző RNS-ekkel transzfektálta, tehát bejuttatta ezeket az RNS-eket dendritikus sejtekbe, és mérte, hogy melyik RNS mennyi TNF-alfának a termelődését váltja ki, és a fő megfigyelés az az volt, hogy bizonyos RNS-ek, például az emlős transfer RNS nem indukált ilyen gyulladásos folyamatot, de például a bakteriális RNS igen, és ami a mi szempontunkból nagyon fontos, ez a laboratóriumban előállított, szintetikus, nem módosított RNS óriási mennyiségű gyulladásos citokin termelődéséhez vezetett, és a nagy kérdés az az volt, hogy miért van ez? A különböző RNS-ek között, miben különböznek. Minden RNS-ben van négy fő építőelem, négy fő nukleotid, de akkor mégis miért van az, hogy az egyik indukál gyulladást, a másik pedig nem. És a zseniális gondolat az az volt, hogy valószínűleg a különbség a különböző RNS-ek között az RNS nukleotid jelenlevő különböző módosítások, több mint 100 ilyet ismerünk. És valóban, amikor Katalin ábrázolta a nukleozid módosításnak az arányát ezekben a különböző RNS-ekben, és azt, hogy ezek a különböző RNS-ek milyen mennyiségű TNF-alfa termelődést tudnak előidézni, akkor egyértelműen kijött ez az összefüggés. Tehát például az emlős transfer RNS, amiről említettem, hogy nem idézett elő TNF-alfa termelődés, ez majdnem 25% módosított építőkövet tartalmaz, és például a bakteriális RNS, vagy az a laborban előállított úgynevezett in vitro transzkripcióval előállított RNS, amit potenciálisan lehetne terápiára is használni, az pedig a nagyon komoly mennyiségű gyulladást, nagyon nagy gyulladások TNF-alfa termelődését idézte elő, és ez az utolsó ábra, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mutatni, hogy mikor megismételte ezt a kísérletet, tehát ismét dendritikus sejteket transzfektált különböző típusú szintetikus RNS-ekkel, ezek között volt nem módosított, illetve voltak különböző építőkövek módosított változatait tartalmazó RNS-ek, akkor egyértelműen bebizonyosodott, hogy a nem módosított az kiváltja bizonyos citokinek, gyulladásos citokinek termelődését, TNF-alfát, illetve egy másikat, az úgy, aki interleukin 12, ezt nézte, még hogyha vannak módosítások, akkor valamelyes csökken, vagy akár teljes mértékben is megszűnik ezeknek a gyulladási citokineknek a termelődése. És a jelen állás szerint ez extrém fontos felfedezés volt. Most nem beszélek, vannak egyéb nem módosított RNS vakcinák is, a jelenleg időhiányában most azokról nem fogok beszélni. Tehát ez volt egy nagy felfedezés, ami a gyulladásos problémákat, tehát egy komoly biztonsági problémát megoldott. Én 2011-ben csatlakoztam Karikó Katalin, illetve a Drew Weissman laborjához a Pennsylvania Egyetemen, és akkor már tudtunk tehát nagyon jó RNS-t készíteni. Mi volt akkor a probléma? A probléma az volt, hogy nem volt még olyan állatokban vagy emberben használható hordozó molekula, amely egyrészt biztonságos volt, másrészt pedig jól működött, és meg tudta az RNS-t védeni a gyors lebomlástól. Több évet töltöttem el azzal, hogy szinte mindent kipróbáltam, ami lehetséges volt, különböző kereskedelmi forgalomban kapható RNS csomagolásra alkalmas termékeket, de ezeknek nagy része sejt kultúrában jól működik, viszont élő szervezetekben nem, vagy nem működik, vagy csak egy kicsit működik, viszont nagyon toxikus, tehát nem jöhetett egyik sem szóba. És 2014-ben
kértem meg egy kanadai céget, ezt úgy hívják, hogy Acuitas Therapeutics, ők ilyen lipid nano részecskéket, lipid nanopartikulákat fejlesztenek nagyon régóta, és kezdetekben más típusú RNS-ek, illetve más típusú anyagoknak a csomagolására, tehát nem messenger RNS-re használták, és 2014 nyarán küldtem nekik az én általam gyártott messenger RNS-ből, megkértem őket, hogy próbálják már meg bele csomagolni ebbe a lipid nanopartikulába, ők ezt megtették, és 2014 augusztusában végeztem, tisztán emlékszek ezeket a kísérleteket, ahol egyértelműen bebizonyosodott, hogy nagyon-nagyon jól működnek ezek egerekbe injektálva, tehát nagyon sok fehérre keletkezik a messenger RNS-ről, és egy 8-10 napig dózistól függően, de ez a termelődés folyamatos, az állatok nagyon jól tolerálják, tehát nem láttunk semmilyen olyan gyulladásos vagy egyéb mellékhatást, ami problémát jelentett volna. Ezeket az eredményeket 2015-ben publikáltuk, és az első olyan közlemény, amely egyértelműen megmutatta, hogy a nukleozid módosított RNS becsomagolva ebbe a lipid nanopartikulába, az egy nagyon jó vakcinálási platform, ez 2 évvel később, majdnem napra pontosan 4 évvel ezelőtt jelent meg. Itt egy Zika vírus vakcinát fejlesztettünk ki, és egerekben és majmokban mutattuk meg, hogy nagyon-nagyon jól működik. Hát tulajdonképpen így állt össze a platform, ismét szeretném hangsúlyozni, hogy 2016-ra már ez rendelkezésre áll, tehát nem arról van szó, hogy ezt tavaly januárban találta ki a Moderna vagy a Pfizer-BioNTech duó, és állt rendelkezésre elég sok adat, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy 2017-ben a Modernának már egy egyes fázisú klinikai vizsgálatban vett részt ez a platform. Tehát úgy hívjuk ezt, hogy nukleozid módosított RNS lipid nanopartikula platform, amely más vakcinálási metódusokhoz képest számos előnnyel rendelkezik. Ezeket talán a Gábor már néhányat elmondott, de gyorsan megemlítek én is egyet-kettőt közülük. Az egyik, ami gyakran felmerül, hogy az RNS vakcina meg tudja változtatni a genetikai állományunkat, nem egyértelmű a választ, nem tud az RNS beépülni a genomba, tehát ilyen szempontból egy biztonságos, mondjuk a bizonyos DNS alapú platformokhoz képest mindenképpen biztonságosabb. A másik, hogy nem képes fertőzést előidézni, előfordulhat bizonyos esetekben, hogy egy élő legyengített kórokozót használó vakcina bizonyos egyénekben fertőzést idéz elő, ami komoly problémákhoz vezethet. A nukleozid módosított RNS LMP vakcina minden komponense lebomlik, illetve kiürül a szervezetből. Részben ez is az oka, hogy nem okoz hosszabb távon toxicitást. Az RNS vakcina csak a célpontra vonatkozó információt tartalmazza, ugye a SARS-CoV-2 esetén a tüskefehérje, ezért egy nagyon fókuszált immunválaszt tud kiváltani, erre majd még egy picit később szintén vissza fogok térni. Nagyon gyors a kifejlesztése más platformokhoz képest, hiszen teljesen szintetikus, és csak a célpontnak a szekvenciáját kell tudnunk, és szintén említette Gábor, hogy például az inaktivált vírus platformok vakcinák esetén előfordulhat, hogy nem olyan egyszerű, vagy nem mindenre alkalmazható, mert hogy a vírus nem tudjuk szaporítani. A fehérje alettség vakcinák esetén előfordulhat, hogy mondjuk a fehérje termeltetése, sejtekben történő termeltetése, vagy az azt követő pucolása okoz problémát, és ráadásul fehérjék esetén nagyon gyakran egy külön tisztítási metódus kell kidolgozni mindegyes fehérjére. Ez az RNS-nél nincs standardizált, ugyanazt az infrastruktúrát lehet használni mindenre, és ez nagyon-nagyon sokat segít. És jelenleg ugyan nem olcsóbb egy adag RNS vakcina, mint mondjuk egy adag más típusú vakcina, de én úgy gondolom, hogy a gyártás további standardizálásával és optimalizálásával nem csak hogy jó, de olcsó is lesz az RNS vakcináknak az alkalmazása, előállítás és alkalmazása. No, hát akkor a két cég, amelyik jelenleg RNS vakcinát használ, az egyik az a, vagy fejlesztett ki, az egyik az a Moderna nevezetű, a másik pedig a Pfizer-BioNTech, ez két cég. A BioNTech az Mainzban egy közepes méretű RNS cég, és a Pfizer pedig ugye egy óriás. De lényegében mindkettő vakcina ezt a nukleozid módosított RNS LMP lipid nanopartikula platformot használja, amiről beszéltem.
hogy néz ez ki pontosan, miből áll ez a vakcina, tehát a SARS-CoV-2-nek a tüskefehérje van kódolva ezen az RNS szekvencián, és ez az RNS be van csomagolva ebbe a lipid nanopartikulába, és ezt adják be utána embereknek, és miután a sejtjeink, immunsejtek, de egyébként más sejtek is fel tudják ezt venni, az RNS bejut a sejteknek a citoszoljába, citoplazmájában, és ott elkészül róla a tüskefehérje. És ez a tüskefehérje, tehát nem az RNS, a tüskefehérje fogja kiváltani az immunválaszt, és ez az RNS vakcinák, nukleozid módosított RNS vakcinák esetén nagyon gyakran kiváló ellenanyagválasz és kiváló T-sejtes immunválasz. És ami nagyon fontos, a legjobb az, ha mindkettő megvan, erre nem mindegyik vakcinatípus képes. És ami nagyon fontos, hogy úgy tűnik, hogy a nukleozid módosított RNS vakcinák nagyon jól működnek a gyakorlatban is. Ezt nem egy tudományos folyóiratból vettem sajnos, mert nem találtam még publikált adatot erre vonatkozóan, hanem a Daily Mail nevű angol újságból, úgyhogy ezt kezeljük úgy, mint valami előzetes adatot, elvileg az izraeli egészségügyi minisztériumnak a kibocsátott anyagáról van szó. Egy a lényeg, Gábor is említette, hogy Izraelben már nagyon komoly átoltottság van, bőven 50% felett, hogyha jól emlékszek, és már vannak előzetes adatok is arról, hogy a vakcina a gyakorlatban hogy működik. Több mint 700 000 emberből, mindösszesen 3 beoltott emberből, aki mindkét dózist megkapta a Pfizer-BioNTech vakcinából, összesen 300 betegedett meg koronavírus fertőzéssel, és összesen 16, tehát 700 000-ből 16 ember került kórházba, tehát ez fantasztikus. Hangsúlyozom, hogy ez még csak előzetes eredmény, nem jelent meg tudományos folyóiratban, de ha egy picit ettől eltérnek a számok, még akkor is úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon impresszív. És akkor az utolsó néhány percben szeretnék az RNS vakcinákkal kapcsolatban felmerülő kérdések közül megválaszolni néhányat. Tehát az egyikről, a genomi beépülésről már beszéltem, tehát az RNS vakcina, ismét hangsúlyozom, nem változtatja meg a genetikai állományunkat. Dózistól függően 6-8-10 nap után teljesen lebomlik oltást követően, és hiszen neki csak annyi a dolga, hogy elkészüljön róla a tüskefehérje, és ez a tüskefehérre kiváltsa a megfelelő immunválaszt. Akkor nem beszéltem, még van egy ilyen fogalom, úgy hívják, hogy antivektor immunitás. Ez a vektor típusú vakcináknál, ilyenek például az adenovírus alapú vakcinák okozhat problémát, ugyanis ezek nem csak a legkritikusabb információt tartalmazzák, tehát a tüskefehérjének a szekvenciáját, hanem úgynevezett egyéb részeket is, amelyeket úgy hívnak, hogy a vektor, tehát ezek a működéshez nagyon fontosak, és ezzel az a probléma, vagy az a probléma állhat fenn, hogyha bejuttatjuk, akkor nem csak a tüskefehérje ellen, hanem maga a vektor ellen is képződik, vagy keletkezik immunválasz, és ezért előfordulhat, hogyha többször oltanak ugyanazzal a mondjuk adenovírus tartalmazó készítménnyel, akkor már nem lesz annyira hatékony, sőt az is előfordulhat, hogyha valakinek, és ez előfordul, adenovírus 5 vagy adenovírus 26 fertőzésen esett át korábban, akkor szintén már vannak ellenanyagai a vektor ellen, és nem biztos, hogy a vakcina tökéletesen fog működni. Az RNS esetén ilyen nincs, hiszen csak az a minimális genetikai információ, a tüskefehérje kódoló rész jut be a szervezetbe, és csak azt termelődik, úgyhogy nincs antivektor immunitás RNS vakcinák esetén. Szintén volt szó arról, hogy mind a Moderna, mind a Pfizer-BioNTech vakcina esetén oltás után, különösen a második oltás után felléphetnek, a legtöbb embernek fel is lépnek bizonyos mellékhatások, fejfájás, fáradtság, gyulladás, izomfájdalom, stb. Ezeknek a mértéke elfogadható és messze menően alulmúlja a koronavírus fertőzés okozta problémákat, de teljesen egyetért vele az RNS vakcinás közösség, hogy ezt mindenképpen csökkenteni kellene. Még
és úgy gondoljuk, hogy valószínűleg ezek közül a lipid nanopartikulák közül tudnánk olyanokat fejleszteni, vagy akár teljesen más típusú anyagokat, amik nem is zsír alapúak, hanem mondjuk cukor, amelyek talán kevesebb ilyen mellékhatást váltanak ki. Az összetevők közül egy az egyben ide másoltam a Pfizer-BioNTech-nak a hivatalos dokumentumából, hogy mi van benne. Chip nincs benne, viszont van benne nukleozid módosított messenger RNA-s, vannak benne különböző zsírok ezek közül, olyan egy teljesen egyszerű és hétköznapiak is, mint a koleszterin, vagy itt van például ez a bonyolult nevű PEG lipidnek nevezett polietilén glikol, amely szintén olyan minden nap velünk levő, vagy minden nap használt termékekben, mint a fogkrém, vagy a kozmetikumok is jelen van. Tehát tulajdonképpen ezekkel nincs semmi probléma, vannak benne sók, különböző sók, illetve van szukróz, tehát egy cukor. Gábor említette a vakcinát, a kiváltott védettség hosszát, nem tudjuk. Elképzelhető, hogy emlékeztető oltásra lesz szükség, egy év múlva, két év múlva, három év múlva, tényleg sajnos ezt nem tudjuk egyszerűen, nem telt még annyi idő a klinikai kifejlesztés óta, hogy erre választ tudjunk adni, de úgy gondolom, hogy egy emlékeztető oltás még mindig sokkal jobb, mint hogyha egyáltalán semmilyen vakcinánk nem lenne. Mi a különbség a Moderna és a Pfizer-BioNTech vakcinák között? Jobb egyik, mint a másik. Jelenállás szerint, tehát egyrészt mindkettő ugyanazt a platformot használja, én úgy gondolom, hogy jelentős különbség hatásban, illetve mellékhatások tekintetében sincs a kettő közt, úgyhogy mind a kettőt bátran lehet használni. Azonban apró különbségek lehetnek, nagy valószínűséggel a lipid nanopartikula okoz valamennyi különbséget, például részben az lehet az oka annak is, hogy a tárolása a Moderna vakcinának mínusz 20 fokos, a Pfizer-BioNTech-nek mínusz 70-es, különösen ez utóbbi nem túl kényelmes, úgyhogy biztos vagyok benne, ezek a cégek dolgoznak azon, hogy hát ha nem is, az ideális az a 4 fokos tárolás lenne, mondjuk 4 fok 6 hónapig, de ha ez nem is sikerül, a mínusz 20, az úgy gondolom, hogy talán elfogadható. És akkor legutoljára még egy pár szót a mutánsokról. Tehát a koronavírus mutálódik, nem olyan gyorsan, mint mondjuk az influenza, de azért jelennek meg új mutációk. Jelen tudásunk szerint a RNS vakcinák minden jelenlegi mutáns ellen jól védenek. Az angol, tavaly is voltak mutánsok, volt ez a D614G nevezetű, amelynél szintén az volt, hogy gyorsabban tudott a vírus szaporodni, de nem volt veszélyesebb, mint a VAD típusú vírus. Akkor van az angol mutáció, ez most egy újabb, több tudományos publikáció is mutatta, hogy a vakcinákban levő neutralizáló ellenanyagok kiválóan tudják a vírus semlegesíteni. A dél-afrikainál ott egy kicsit változó, hogy különböző publikációkban különböző módszerekkel mérték ezeknek az oltott emberek szérumába levő ellenanyagoknak a neutralizációs képességét, és mutattak ki olyat, hogy jelentős csökkenés van a neutralizáló képességben, de mielőtt elkezdenénk pánikolni, rögtön szeretném hozzátenni, hogy egyrészt még ettől függetlenül is nagyon jelentős neutralizációs képessége van az ellenanyagoknak RNS vakcinálás után az afrikai mutáns ellen, és az immunrendszerünk több lábon áll. Vannak olyan ellenanyagok, amik nem neutralizálják, tehát nem semlegesítik a vírus, hanem egyéb immunmechanizmusok által tudják a vírust elpusztítani, illetve a sejtes immunválaszra szintén számolni kell, a citotoxikus limfociták, CD8-T sejtek, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy vakcina véd vagy esetleg nem véd egy bizonyos fertőzés ellen, és sajnos nem tudjuk a mai napig se például, hogy a SARS-CoV-2 fertőzés ellen ezek közül, a különböző komponensek közül melyik milyen mértékben járó hozzá. Jelen esetben úgy gondolom, hogy nincs ok az aggodalomra, ha pedig esetleg fel fog tűnni egy olyan mutáns, ahol nagyon hatékonytalan a vakcina, akkor RNS vakcinák esetén ugye, nagy előny, a flexibilitás, gyors kifejlesztés,
valószínűleg egy néhány hét alatt elő lehet állítani egy olyan kissé módosított RNS vakcinát, aminek már nem kell átmenni újra a hármas fázison, hanem emlékeztető oltás keretében lehet különösebb változtatás nélkül alkalmazni. És azt gondolom, hogy ez volt az utolsó ábrám, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönöm én is Norbertnek az előadást, és most megkérném utolsó előadónkat, Kalmár Évát, a Delft University of Technology tudományos kommunikációval foglalkozó szakemberét, hogy mutassa be, milyen szociológiai és pszichológiai okok állhatnak az oltás ellenesség mögött. Üdvözlök minden érdeklődőt, és persze az előadótársakat is, az elnök urat, és köszönöm a felkérést az előadásra. Kalmár Éva vagyok, molekuláris biológus, és a Delfti Egyetemen végeztem el a tudománykommunikációs szakképzést, és azóta itt a tudomány, oktatás és tudománykommunikációs osztályon dolgozom. Fő érdeklődési területünk a tudományos együttműködések kutatása, és ezen belül azzal foglalkozunk, hogy milyen társadalomtudományi, szociológiai és mindenféle egyéb például kognitív elméletek segíthetnek minket megérteni azt, hogy hogyan is működnek együtt az emberek. És igazából az oltás ellenesség úgy jött a területemre, hogy tudományos blogot írunk régi évfolyamtársaimmal, és ez egy felbukkanó téma, és ennek a témakörnek a társadalomtudományos részét próbálom én kitárgyalni. A mostani előadásom is ehhez kapcsolódik. Szeretnék pár olyan elméletet felhozni és megismertetni a közönséggel, amik segítenek megértetni ennek az oltás ellenességnek pár aspektusát. Ahogy Toldi Gerge is említette az előadásában, az oltás ellenesség problémája több rétegű, tehát nem lehet azt mondani, hogy vannak az oltás ellenesek. Ide tartoznak azok az emberek is, akik oltás szkeptikusak, akik mindenféle félinformációra vagy tévhitekre alapulva döntenek úgy, hogy nem oltatnak, vagy azok is, akik egyébként oltás pártiak, de úgy döntöttek, vagy úgy gondolják, hogy kevés az információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy ők racionális döntést hozzanak. Természetesen vannak oltástagadók is, és vannak olyanok is, mint ahogy ez az ábra is mutatja, akik egyáltalán mondjuk a vírus fertőzés komolyságában sem hisznek, vagy akár a maszkhordás, illetve a tesztelés jogosultságában. Tehát az oltástagadók, illetve az oltás ellenesek tábora egyrészt sokrétű. Nagyon sok tanulmány látott napvilágot a közelmúltban arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy az emberek nem akarnak beoltatni, nem akarják magukat beoltatni a koronaoltással, illetve hát a többféle koronaoltással. A probléma igencsak sokrétű, egyrészt gondolom mindenki tudatában van annak, hogy Magyarországon is nagyon-nagyon alacsony azoknak a száma, akik mindenképpen beadatnák a koronaoltást a különböző statisztikák alapján. És vannak olyan számítások, hogy a szociális médián, például a Facebookon 31 millió ember tagja olyan csoportoknak, amik alapvetően oltás ellenesek. Nem szeretném én is felsorolni azokat az okokat, hogy miért döntenek az emberek amellett, vagy miért döntenének, hogy nem adatják be az oltást, hanem, mint említettem, ezeket a különböző társadalomtudományi, illetve pszichológiai elméleteket szeretném bemutatni, és a különböző cikkeket, különböző média termékeket szeretném felhozni példaként ezekre az elméletekre, hogy hogyan lehet ezeket alkalmazni az oltás ellenességre. Müller Viktor is említette az előadásában, hogy az oltás ellenesség nem egy mai találmány. Hiába győztünk le számos komoly halálozási rátával rendelkező súlyos szövődményeket okozó vírusos fertőzést az oltások segítségével, az elmúlt pár évtizedben az oltási protokoll lazítása miatt, amit, mint Viktor is említett, pont az oltás ellenesekre való reakcióként jött ez létre, visszajött jó pár fertőző megbetegedés. Viktor említette a 70-es, 80-as évek Angliáját, ahol a szamárköhögés jött vissza, 100 000 ember fertőződött meg újra vele. A 90-es években a Szovjetunióba jött vissza a diftéria vagy torokgyík, ott több 50 000 ember betegedett meg, és körülbelül 1700 halottal járt a fertőzés. Illetve mindenki ismeri a kanyaró esetét, ami az elmúlt évek legmeglepőbb jelensége. Itt ezen a képen a gyermekbédulás, a pólió elleni oltás reklámozó poszter található. Ez azért érdekes, mert felhívja a figyelmet arra, tehát
ismeretterjesztő poszter is, hogy az oltáson megelőzhető lenne maga a fertőzés, és jelenleg, illetve hát azóta is a kezelés az maximum tüneti kezelés, tehát a vírus fertőzés által okozott tüneteket, bénulást lehet valamilyen módon enyhíteni mankóval, mindenféle segédeszközzel, illetve vastüdővel. Ugyanez a cég, amelyik ezt a reklámot 1950-es években hozta létre, 2020-ban maszkordásra ösztönző reklámokat kezdett el gyártani, illetve idén egy hatalmas kampányt indít több millió dolláros kerettel, a koronaoltás mellett kampányol. De hogy jön végül is egy reklámkampány a koronaoltás népszerűsítéséhez? Kell ez egyáltalán? Működik ez? Úgy tűnik, hogy ezek a kampányok, poszter kampányok, kommunikációs kampányok működnek. Ugyanúgy, mint például a gyermekszegénységhez, az ittas vezetéshez, vagy a családon belüli erőszakhoz kapcsolhatók ezek a poszterek, ezek a kampányok. Felhívják rá az emberek figyelmét, rövid velős üzenetet, konzisztens üzenetet sugároznak. És ezek jó minőségű, tehát hatásos és tényleg jó kampányok esetén, ezek tudományos tényekre alapozottak. Ezek a tudományos tények lehetnek természettudományosak, és természettudományok mellett pedig szociológiai adatok is segíthetnek ezeket felépíteni. Ami érdekessége ezeknek a posztereknek, hogy sokszor azért hatásosak, mert érzelmekre vagy együttérzésre alapoznak. Hogyha bárkit megkérdeznék a tudományos társaságból, hogy ezt érdemes lenne alkalmazni érzésekre vagy együttérzésre alapuló kampányt, például az oltás melletti kampányban, van egy olyan gyanúm, hogy a válaszok nagy része nem lenne. Ennek ellenére ez is az 50-es években egy a gyermekbénulás melletti kampány része, Elvis Presleyt beoltották látványosan a sajtó részvételével a gyermekbénulás elleni oltással. A influenza elleni oltás melletti kampány egyik része az, hogy a szociális felelősségre hívja fel a figyelmet, tehát hogy mindenki felelős a másikért, tehát oltsuk be magunkat. Ugyanilyen nagy kampány volt a HPV elleni oltás, illetve a HPV melletti információs kampány. Ez is például trendinek, coolnak állította be azt, hogy a diákok, fiatalok beszélnek arról, hogy hogyan is működik a HPV, mik a következményei ennek. De hogyan is működnek ezek a reklámok? Miért működik egy olyan dolog, ami egy egyszerű üzenet, alig ad meg tudományos tényeket? Talán sokan ismerik Daniel Kahnemant, ő egy Nobel-díjas, közgazdasági Nobel-díjas pszichológus, és itt látható Gyors és lassú gondolkodás című könyvében vázol kétféle gondolkodásmódot. Az egyes rendszer, amit így hív az egyes rendszer, ez egy gyors döntést hoz, a tudatalatti döntést általában. Ez ilyen szinte automatikus zsigeri döntés, és hát ezért nagyon hajlamos a hibára. Egyszerű problémákat szoktunk ezzel megoldani, általános hétköznapi helyzeteket. Bevásárlás közben nagyon ritka az, hogy megállunk és végigolvasunk minden hozzávalót. Általában a bejáratot, megszokott dolgokat szoktuk venni. Ezzel szemben a kettes rendszer megbízhatóbb, ezért is használjuk komplex problémák megoldására. Ez a rendszer lassú, viszont tudatos döntéseket hoz, és ezért nagyon sok időt és energiát felemészt. A legtöbb racionálisan gondolkodó ember fölteszi a kérdést, hogy miért nem döntünk mindig a kettes rendszeren keresztül. Kedvenc példám erre Olivier Sacks, a férfi, aki Galopnak nézte a feleségét című könyvében megjelentetett egyik eset. Az egyik paciens képtelen volt racionális döntéseken kívül más döntést hozni. Tehát képtelen volt az egyes, a gyors rendszert használni, és ezért minden egyes helyzetben, minden alapvető élethelyzetben a logikus döntéseket hozta meg. Illetve hát nem hozta meg, mert nagyon sok időbe tellett, ezért nagyon sokszor nem jutott el vacsorázni, mert nem tudta eldönteni, hogy melyik éttermet választa, mert nagyon sok hasonló volt, egyik se jött ki nyertesként ebből a döntési helyzetből. Tehát mint emberek nem vagyunk képesek csak racionálisan dönteni. Ezt sajnos el kell fogadnunk magánemberként is,
hogy igen, vannak olyan helyzetek, amikor nem racionálisan hozunk döntést, és ezt ugyanúgy tudománykommunikátorként is. Hogy tudnunk kell, hogy azok az emberek, akikhez beszélünk, sokszor nem fogják a tényeket figyelembe venni. A Kahneman által leírt gyors és lassú gondolkodásmenet egy 1980-ban Richard Petty és John Cacioppo által leírt kognitív elméleten, az Elaboration Likelihood modellen alapul. Ezt talán figyelmes feldolgozás valószínűségének fordíthatnánk rá. Ennek a modellnek az a lényege, hogy egy üzenet meggyőző képessége az kétféle úton történhet. Az üzenetet a recipiens, tehát a feldolgozó akkor fogja a központi útvonalon feldolgozni, ha eléggé motivált, és persze képes azt végig gondolni. Tehát, hogyha érdekes az üzenet, vagy valamiért fölkeltette az érdeklődését. Ez a központi útvonal megfeleltethető a Kahneman-féle kettes rendszernek, tehát a tudatos feldolgozást jelenti. Az üzenetben megfogalmazott érveket az illető átgondolja, és ha azokat meggyőzőnek tartja, akkor az üzenet meggyőző ereje sokáig tart. Ezzel szemben a perifériás rendszer, ami a Kahneman-féle egyes gyors rendszernek feleltethető meg, ez igazából itt az történik, hogy a fogadó csak felületesen dolgozza fel az információt, igazából az információ tartalmat nem gondolja át, hanem a külsődleges ingerek segítik a döntésben. Milyennek a következménye? Az első esetben, tehát a központi útvonalon történő információfeldolgozás során, az illető gondolatvilágát, egy adott dologhoz való hozzáállását, illetve az aktuális viselkedését is meg tudja egy üzenet változtatni. Ezzel szemben a perifériás úton feldolgozott információ, illetve hát alig feldolgozott információ, emberünk a külső felületes tényezők alapján elhiszi, tehát valószínűleg nem építi bele a gondolatvilágába, hanem elhiszi, amit az illető mond, és ez okozhat viselkedésbeli változást, az esetek többségében okoz is, de ezek nem tartósak, és nem feltétlenül követi a hozzáállásbeli változás is. Na de mik ezek a külső tényezők, amik a gyors utat triggerelik? Ez azért is érdekes, mert igazából ezek a meggyőzési elvek, ezek az alapvető mechanizmusok, amivel a marketing sokszor minket, mint fogyasztókat manipulál. Vegyük az első elemet, amit az ábrán található, a viszonzást. Ha kapunk egy ajándékot, azt általában illik visszaadni, illetve hogyha valaki kisegít minket, akkor adósnak tartjuk magunkat, és próbáljuk visszaadni a szívességet. Sokszor ezt használják ki, például az étteremben a pincének, amikor hoznak nekünk mentolos cukorkát, amik kihozzák a számlát. Kísérletek alapján, különböző összehasonlító kísérletek alapján kimutatták, hogy azokban az esetekben, amikor kapunk cukorkát, sokkal több orravalót kap a pincén. És ez ezen az elven működik. Ha valamiből kevés van, vagy csak egy adott ideig elérhető, az is általában gyors gondolkodásra készteti az embert. Gondoljunk csak például egy szállásfoglaló platformra, ahol éppen visszaszámlás folyik, hogy az adott áron hány szoba elérhető. Ez valós eset a mostani helyzetre is érvényes. Nagyon kevés COVID vakcina érkezik az adott európai uniós országokba, és hát amint ezt olvashattuk is a médiában, ezért volt versengés, volt, aki mindenféle ügyeskedéssel próbált bejutni, és sikerült is nem rászorulóként, vagy nem éppen most jogosultként vakcinát szerezni. És hát ez is áll amögött, hogy mindenféle egyéb vakcina is beszerzésre került. Ez persze nem feltétlenül segíti az oltás megszerettetését az emberekkel, mivel mindenféle egyéb okok jöttek hozzá azért, hogy az emberek miért nem oltatnak. A következő meggyőzési eszköz az a szaktekintély. Hogyha valakinek doktor előtag van a neve előtt, hogyha a köpenyben mutatkozik minél gyakrabban, sokkal könnyebben elhiszünk neki bármit, akármit is mond. Főleg, hogyha érthetetlen kifejezésekkel dobálózik, amit az átlagember nem ért, akkor még inkább a külsőségeknek fog hinni az átlagember, és nem a mondandóra koncentrál. Sajnos ezt nagyon sokan ki is használják, sokan, akik a külső jelek alapján doktornak tűnnek, de igazából nem is azok. A következő eszköz, amit használnak a meggyőzésben, a következetesség.
hogyha egyszer valamire igen mondunk, akkor az emberek nagy többsége hajlamos ragaszkodni hozzá. Ezért is feltűnő, illetve hírértékű, hogyha ez megváltozik, tehát hogyha valaki megváltoztatja a véleményét, és ez persze történhet valamilyen hatalmas nagy esemény, életet megváltoztató esemény hatására. A következő faktor az az ismertség, a kedveltség. Hogyha valakit kedvelünk, akár családtag, barát, vagy tisztelt munkatárs, vagy egy sztár, egy celeb, azok nagy hatással vannak ránk, az ő véleményükre sokkal többen adnak. És megkérdőjelezés nélkül is el tudjuk ezeket a véleményeket fogadni. Ha valakit nem ismerünk, de mondjuk bókol nekünk, vagy valamilyen szépet mond, vagy hasonlít hozzánk, vagy éppenséggel ugyanaz a célja, például együtt utazunk valahova, akkor a véleményét nagyobb eséllyel elfogadjuk ismeretlenül is, mint olyan embernek, aki teljesen másfelé utazik. Az utolsó ilyen meggyőző eszköz a csoportnyomás. Ez egy hatalmas erő, és igazából nagyon sokféle marketing fogás él vissza ezzel, illetve próbál minket ilyen irányból meggyőzni. De hát végül is ki nem olvas review-kat, ki nem olvas véleményeket egy adott termékről, mielőtt megvenni ezt. Általában ez tűnik a racionális gondolkodás egyik legmeggyőzőbb elemének. Fontos azonban tudnunk, hogy ezeket az olvasói véleményeket, illetve mindenféle egyéb vásárlói véleményeket nagy részben kiadják, és ezeket megrendelésre írják az emberek. Tehát vegyük figyelembe azt is, hogy manipulálni próbálnak ezekkel az eszközökkel minket. A csoportnyomásra, tehát az utolsó elemre szeretnék ráfókuszálni az előadásom többi részében. Hogyan is működik ez a csoportnyomás, illetve az, hogy különböző emberek, akiket nem ismerünk, vagy igazából ismerünk, és a környezetünkben együtt élünk velük, ekkora hatással vannak ránk. Erre ad részben magyarázatot Albert Bandura szociális tanulás elmélete. Bandura szerint az emberi viselkedés egy nagy része tanult, és ez mindez úgy történik, hogy a gyermekek a környezetükben élők viselkedését megfigyelik, obszerválják, és megjegyzik. Igazából ennek nagy előfeltétele az, hogy a gyerek érdeklődését felkeltse az adott viselkedés, megjegyezzék azt, tehát képesek legyenek megjegyezni, és azt később vissza is tudják adni. Tehát amikor előjön egy hasonló szituáció, akkor a gyermek lejátsza ugyanazt a viselkedés formát, amit látott már egy másik illetőtől. Attól függően, hogy a környezet hogyan reagál rá, megerősíti pozitívan vagy elutasítja, attól függően rögzül, illetve nem rögzül az adott viselkedésforma. A szituáció ennél bonyolultabb, és itt vannak leírva az ábrán azok a különböző elemek, amik ezt befolyásolják. Tehát fontos az, hogy milyen környezeti tényezők vannak körülöttünk, fontos az önbizalom, illetve a gyakorlat. A környezet szempontjából a szociális normák, hogy éppen az adott közösségben mi elfogadott. Fontos az, hogy másnak milyen hatása van ránk. Egyéb faktorok is befolyásolják ezt, például a személyes elvárások, vagy a környezet elvárása, az illető hozzáállása és az egyéb tudása. Ez a modellkövető magatartás egyébként nem csak gyerekkorban megfigyelt, hogyha valaki egy új munkahelyre kerül, általában megfigyelőként körbenéz, hogy mi szokás, hogy szokás, ki szoktak-e menni ebédelni, milyen aktuális történések vannak, hogyan kell reagálni adott szituációkra, és az adott normákat megpróbálja felszedni. Ugyanez a fajta tanulás és szociális viselkedés jelenik meg Teufel szociális identitás elméletében. Ezt nem csak Henry Teufel, de John Turner nevéhez is fűződik. 1970-es években írták le ezt az elméletet. Ez szerint az elmélet szerint minden embernek többféle identitása létezik. Attól függően, hogy éppen milyen környezetben van, másképp viselkedik az ember. Hogyha belegondolunk, ebbe végül is nem teljesen vad ez az ötlet, mert mindenki másképp viselkedik, amikor egyedül van, amikor a szüleit meglátogatja, vagy elmegy mondjuk a barátokkal, illetve egy sportklub összejövetelén, vagy például a munkahelyen. A különböző csoportok, amikhez tartozunk, különböző normákkal rendelkeznek, különböző viselkedési mintákkal, és ezeket, hogyha tényleg oda akarunk tartozni ebbe az adott csoportba, akkor elfogadjuk.
ez az alapvető része az, hogyha belépünk egy adott közösségbe, egy adott társaságba, akkor a normáikat többé-kevésbé internalizáljuk. És egy idő után az emberek egy nagy része a csoporttal azonosítja magát. A következő lépés igazából az nagyon érdekes, mert a különböző csoportok, csoporton belüli kapcsolatok felértékelődnek, a csoporton belüli normák szintén felértékelődnek, és magasabb helyzetbe kerülnek, mint például a csoporton kívüli értékek. Tehát, hogyha más csoportokkal összehasonlítja a csoporttagja magát, akkor a saját csoporton belüli dolgok azok mind pozitívnak tűnnek, míg a csoporton kívüliek negatívak. Ez sajnos nagyon emberi folyamat, és nagyon sok helyen lezajlik, és igazából, hogyha körbenézünk, akkor nagyon sok történelmi példát is láthatunk rá, de hogyha csak szigorúan nagyon egyszerű esetet említek, például a futball rajongók csapatait, hogyha összehasonlítják egymást, nagyon kevés különbséget találnak a csoportok között. Ezért fiktív tulajdonságokat aggatnak a másik csoportra, illetve eltorzítják, fölnagyítják a különbségeket. Hogy jön ez végül is ide, ez az elmélet segít megérteni azokat a jelenségeket, amik például a szociális média csoportjai között zajlik. Különböző hírességek, oltástagadók csoportjához tartozók értékrendjét, normavilágát a csoport nagyban befolyásolja, és a csoport pozitív vagy esetleges negatív visszajelzése számtalan esetben fontosabb annál, hogy az illető egy racionális érvet elfogadjon vagy sem. Tehát ezekből a csoportokból való kizárattatás lehetősége egy hatalmas fenyegetés. És igazából a többiek pozitív visszajelzése bármifajta egyéb visszajelzésnél sokkal fontosabb. Ami a többségi társadalom által esetleg nem elfogadható viselkedésnek számít, az egy ilyen csoportban lehet, hogy elfogadott általánosan elfogadott norma, és a tagok büszkén vállalhatják az ilyen nemű identitásukat. Tehát ezt fontos megérteni ahhoz, hogy az emberek, akik különböző csoportokhoz tartoznak, és elfogadják ezeknek a csoportoknak a külső, meg belső jeljeit, azok hogyan viselkednek ilyen helyzetben. A csoportok által elfogadott normákról szól Becker és Schaeff címkézés elmélete, labeling elmélet ez a neve. Ők azt mondják, hogy a közösen elfogadott társadalmi normáktól függ, hogy mi jó, illetve mi nem jó. És hogy a társadalom többsége fogalmazza meg azt, hogy igazából mi történik azokkal, akik nem úgy viselkednek, ahogy ők azt jónak tartják. Általában egy valamilyen negatív címkével meg szokták őket címkézni, stigmázni azokat az embereket, akik nem úgy viselkednek, ami az társadalmilag elfogadható. Ez egy elég szintén nagyon általános és nagyon emberi jelenség, viszont nagyon veszélyes, mert elidegenítik azokat a csoportokat, akik nem viselkednek úgy, ahogy a tömeg elfogadja. Másrészt ez igazából egy ilyen önbeteljesítő jóslatként is működik. Ezt azért mondom, mert hogyha oltástagadónak állítunk be minden olyan embert, aki csak gondolkodik azon, hogy beadassa az oltást, azzal stigmatizálhatjuk őket. Tehát vigyázni kell, hogy hogyan fogalmazunk és hogyan szankcionálunk ilyen esetekben. Tehát etikailag fontos lenne átgondolni, hogy igazából milyen szankciókat alkalmazunk azokkal szemben, akik nem oltatnak. Amik eddig felmerültek, ugye az utazás limitálása, illetve a kijárási korlátozás, illetve egyéb korlátozottság megszüntetése azoknak, akik átestek a koronán. Illetve ide tartozik az is, hogy aki jogosulatlanul kapott esetleg oltást, azok kapnak-e szankciót, hogy ez mennyire társadalmilag elfogadott viselkedésforma. Tehát csinyán kell bánni ezekkel a jelenségekkel, de fontos tudnunk tényleg, hogy ez létezik. Végezetül megemlíteném a kognitív diszonancia elméletét. Ez egy szociálpszichológiai elmélet, Leon Festinger nevéhez kapcsolódik, és ennek az az alapgondolata, hogy amikor valamilyen új információ vagy tapasztalat érkezik az egyénhez, és az ellentmond a korábbi elképzeléseinek, vagy ismereteinek, akkor ez egy diszonanciát, ez egy furcsa diszharmóniát okoz az emberben. És ezt a belső feszültségként éljük meg, egy szorongásként.
És alapvetően az emberek ezt csökkenteni szeretnék. Na most ennek nagyon sokféle verziója létezik, itt 4 alapmechanizmus van lerajzolva az ábrán. Az első az, hogy igazából az illető egyszerűen negálja, tehát ignorálja azt az eseményt, ami a diszonanciát okoz. Egyszerűen nem beszél róla, mintha az nem is létezne. Az is előfordulhat, hogy az enyhítő körülményeket hoz föl a szorongás enyhítésére. Nagyon gyakori, hogy az emberek a tradíciót hozzák főleként, hogy sosem így csináltuk, én nem így szoktam, nátha ellen sem szoktam oltani, stb. Szintén gyakori a diszonáns elem jelentőségének elbagatelizálása. Hát, hogyha én nem oltom be magam, akkor igazából az csak egy ember a sokból, annak semmilyen hatása nem lesz a nyáimmunitásra. Miért pont nekem kéne beoltatnom magam? A legkevésbé gyakori válasz az, hogy valaki a kognitív diszonancia enyhítésére megváltoztatja az eddigi viselkedését, vagy hitvilágát, például beadatja az oltást úgy, hogy eddig nem hitt annak a fontosságában. Mindezeket azért mondom, mert mind a kollégáknak, mind a szakembereknek, mind pedig a magánembereknek fontosnak tartom, hogy ezekkel tisztában legyenek, hogy meg tudják állapítani, hogy éppen milyen folyamat zajlik a háttérben. Most ez alapján a következő pontokat hoztam föl megfontolásra különböző embereknek. Tudománykommunikáció szakemberként azt tanácsolom, hogy igenis figyeljünk oda a hiteles, konzisztens kommunikációra a szakemberek részéről. Fontos tudni, hogy nem csak a tények befolyásolják az emberek döntését, tehát nem csak információt kell közölnünk. Most nagyon sok olyasmit mondtam, hogy mi nem működik. Ami biztos, hogy mindig működik, ez a történetmesélés. Hogyha valaki szeretné megosztani a tudományos eredményeit, az én tanácsom az, hogy próbáljon egy történetet faragni belőle. Vagy egy kalandtörténetet, hogy hogyan történt a felfedezés, vagy pedig történetet meséljen el, mint például Müller Viktor is tette az elején, hogy hogyan történt az oltások felfedezése, mi történt az emberekkel, stb. Hogyha lehetőségem lenne szakemberként vagy döntéshozóként egy sikeres kommunikációs stratégiát kéne kidolgozni, akkor azt tanácsolnám az embereknek, hogy a társadalmi és pszichológiai okokat is próbálják felderíteni, amik emögött állnak. Ezek figyelembe vétele nélkül nem lehet hatásos egy kommunikációs stratégia az oltás bizalom felépítésében. Magánemberként azt tanácsolom azoknak, akik vacilálnak, hogy beadassák az oltást vagy sem, hogy gondolkodjanak el az eddigi információk alapján, hogy milyen folyamatok zajlanak éppen a háttérben bennük, amikor a koronaoltás ellen vagy mellett döntenek. És mindenképpen döntsenek racionálisan abban, hogy kinek hisznek. Hogyha nem is gondolják végig az összes tényt és információt, tudományos ismereten, nézzenek racionálisan utána, hogy ki az, akinek a szavára adnak. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást. Én nekem szerencsére, vagy hogy is fogalmazzam, egy ilyen sikeres rendezvény után már nem sok feladatom marad. Szeretném felkérni dr. Erdei Anna főtitkárhelyettes asszonyt, hogy mondjon néhány záró gondolatot a rendezvényhez. Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék elsősorban gratulálni a Fiatal Kutatók Akadémiája vezetőinek, hogy megszervezték ezt a kis szimpóziumot, mert nagyon jó időben és kellő rugalmassággal tették mindezt. Kiváló előadásokat hallhattunk, amik tényleg a legkülönbözőbb szempontokat vették figyelembe, és megvilágították az új koronavírussal kapcsolatos kérdéseket, amik hát sokunkat foglalkoztatnak. És ami nagyon fontos, hogy hiteles forrásból hallhattunk mindenről szakemberektől, és azt hiszem, hogy ez valóban mindenkit meg tud majd győzni az oltás elleneseket is itt a legutolsó előadást hallva. És hát végül pedig csak szeretném én is megismételni, amit elnök úr a köszöntőben mondott a bevezetőben, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nyitott továbbra is a hasonló rendezvények segítése, támogatásával kapcsolatban, és biztatjuk a fiatal kutatókat, hogy vegyenek ebben részt, és a kapcsolat az akadémia és a fiatal kutatók között tovább is erősödjön. És köszönöm szépen, hogy jelen lehettem én is ezen a szimpóziumon, és gratulálok még egyszer.
Nagyon szépen köszönjük Főtitkár helyettes asszony szavait. És most megadnám a szót az utolsó programpontnak, dékán Évának, a Fiatalkutatók Akadémiának társelnökének, hogy zárja be a mai vitaülést. Köszönöm szépen. A szervező Fiatalkutatók Akadémiája nevében szeretném megköszönni az előadóinknak, hogy elfogadták felkérésünket a workshopon való részvételre. Köszönjük továbbá professzor Frony Tamásnak, az MTA elnökének, és professzor Erdei Annának, az MTA főtitkár helyettesének a bevezető és záró gondolatokat. Rendezvényünk az MTA támogatásával valósult meg, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. A viszontlátásra!